Szóval akkor nem tudom, miről beszélni, de tudom, miről beszélni. Az Abcsel 11-hez újra visszamegyünk, jó? Abcsel 11, vettük már ezt, de én úgy érzem, hogy egy kis emlékeztetés, egy pár mondat erejéig. Tudjátok, az apostolok cselekedete 11-ben látható, hogy létrejött egy antiokiai gyülekezet, egy ébredés, amelyben Barnabásnak, majd Pálnak nagy szerepe volt a Szent Szellemen kívül, és úgy jelezte a Szent Szellem Pálnak, vagy bocsánat, Barnabásnak, a 21-es verszakot, hogyha megnézed, hogy az Úrnak a keze volt, az Úrnak a keze volt ott velük, és nagy sokasság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Azt tudom mondani, hogy ez a kéz szimbóluma, ez az Új Szövetségben Isten országát jelenti, illetve az Ószövetségben Istennek az erejét, a Szent Szellemnek a munkáját. Tehát mindegy, hogy végül is, hogy most melyiket mondom, de a Szent Szellem és Isten királysága, ez működött ott, megnyilvánult Isten, mert meg tudtak térni. És utána pedig elhatott Jeruzsálemi gyülekezetbe ez az egész történet, hogy mi történt ott, 23-as verszak, és le is küldték Barnabást, és elment oda, és látta az Isten kegyelmét. Ez a kegyelem, ez az üdvözítő kegyelem, az Istennek a munkája, ez beindult, ez a hit egy kezdő fázisban volt akkor még az életükben, és lehetőségük volt, hogy nekünk is lehetőségünk van növekedni, fejlődni. Rögtön az volt az üzenete a Szent Szellemnek, mondja Barnabáson keresztül, örvendezett a lelkében, szellemében Barnabás, és intette mindnyájukat, vigasztalta, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, hogy olyan szívvel tudjanak megmaradni Istenben, amely kitartó szív, buzgó szív, és mindenfajta befolyásoló tényezővel szemben felkészítette őket, hogy nehéz korszakuk lesz, mert el akarja majd a bennük lévő rossz minták, illetve a kívülről jövő támadások lehetetleníteni a kegyelemnek a munkáját és a hitnek a gyümölcseit. És azt mondja az ige erről a Barnabásról, hogy jámbor és Szent Szellemmel hittel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Tehát nem csak, hogy az erkölcsében, etikájában a Szent Szellem létrehozta az isteni karaktereket, átalakította a belső emberét Barnabásnak, hanem a Szent Szellemmel is telve volt, sőt, hittel is teljes férfiú volt. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudd meg azt, hogy a szellemi életedben a hit, a kegyelem is tud növekedni rajtad. Benned, pontosabban. Tud növekedni a kegyelem és a hit. Miért fontos ez, hogy miért húzom ezt alá? Azért, mert Barnabás tanítvány volt, és a tanítványságról lesz ma is szó, a bölcsességről és a Szent Szellem vezetéséről, ezek összefüggenek, hisz a Szent Szellem bennünket nem csak vezet valahová, mint egy nem is létező lény, tehát mintha nem is lenne akaratunk, hanem számításba vesz az akaratunkat, sőt, intelligens lény a Szent Szellem, és szeretne bennünket tanítani. Szóval, olyan dolgokat megmutatni nekünk, ami a bekövetkezendők. Sőt, szeretné, ha azok a területek és azok a csaták, amelyek ránk várnak 2019-ben, abban szerepet kapna a Szent Szellem, nem csak mint egy iránytű, hanem úgyis, mint egy tanácsos, sőt, mint egy erős Isten, hatalmas erős Isten, aki segít nekünk, és bemegy velünk a harcba, hogy megnyerjük a csatáinkat, mert lesz 19-ben sok csatánk. Tehát itt azt mondja az ige a Barnabásról, hogy Szent Szellemmel is hittel volt teljes. Milyen ez hittel telve lenni, megmutatom neked. Úgy a 26-os verszak, miután Pált a 25-ösben leírja, hogy elhívta, és lőn, hogy ők az egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, milyen hittel teljes ember, forgolódik a gyülekezetben, azaz szolgál Isten országában a gyülekezet életére nézve. És tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Tanítványokká tettek embereket. A hitnek a munkája elvitte őket oda, hogy ők is tudtak hitnek a teljességébe jutni, mert azt az embert, akit az ige, azokat a csoportokat, gyülekezetet, ahol az ige tanítványoknak nevez, az azt jelenti, hogy hittel teljes emberek. Mert a hitükben megmaradtak, sőt növekedni tudtak, fejlődni tudtak a belső emberükben, meg tudott erősödni a belső emberük. És ahogy ezt pár héttel ezelőtt említettem nektek, hogy ez az egész munka, ez egy éven keresztül olyan gyümölcsöző volt, hogy már a világiak mondták rájuk, hogy ők keresztények, krisztusiak. Tehát nem ők mondták magukra, hogy ők krisztusiak, hanem a világ mondta rájuk, hogy krisztusiak. De azért tudták ezt így meghatározni, ezek a világi emberek, hogy ők keresztények, mert tanítványai voltak Jézus Krisztusnak. Tanítványai voltak Jézus Krisztusnak. És ma is Isten keres tanítványokat, olyan tanítványokat, akik Jézusnak a tanítványai lesznek.
Gyere velem az 1 János, első János levélhez. Szóval a keresztény szó itt jelenik meg az apostolok cselekedetében először, és a krisztusiakká váltak. Milyen egy tanítvány? Krisztusi. Azt gondolom, és arra teszek most ajánlatot neked, hogy a láthatatlan Isten meg szeretne jelenni a Szent Szellemen keresztül az életedbe, és egy tanítványi fogadalmat akart csinálni az életedre vonatkozólag, hogy hidd el, hogy te is lehetsz egy jó tanítvány. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy az új szövetség az egy kiemelkedőbb és hatalmasabb szövetség, mint az előző 7 szövetség. És azt tudom neked mondani, hogy nem tudjuk még, a mai egyház nem érti még teljességében a Szent Szellem által, hogy mire van elhívva az ember. Mert egy nagyobb szövetségben vagyunk benne, mint Mózes. Eddig Mózes aztán tett egy pár hercehurcát, csinált egy pár tedd ide, tedd oda dolgot a Szent Szellem által. És gondold azt el, hogy te újjászületve egy nagyobb dicsőségben vagy benne, mint ő. Egy nagyobb elhívásba. És fontos ilyeneken gondolkoznod, elmérkedned, hogy miben vagy benne, miért, hogy újjászületés, és mire hívott el Isten. És merned kell ma olyan mondatokat megfogalmaznod, hogy miképpen Mózesben benne volt a hit, én bennem is bennem van a hit. Merni kell a legnagyobb hősökkel foglalkoznod. És nem egy asztalra tenni le az életedet, mert minőségben lehet, hogy még nem vagyunk ott, vagy a hitnek a növekedésében, de mégis az újjászületés szerint mi egy magasabb szintű szövetségben vagyunk, mint az előző generációk. Ez az egyház számára még hihetetlen sokszor. Hogy lehet az, hogy Dávid, Mózes, Ádám, Noinál magasabb szintű szövetségben vagyunk benne. Hol vannak a gyümölcs? Hol miért nincsenek gyümölcsök? És szeretnék ma is erre valamelyest mondani pár ötletet, de én azt mondom neked, hogy nagyon, nagyon hiával van a bölcsességünk, hogy miért tart itt az egyház, és miért nem tart amott az egyház. Persze nagyon sokan elégedettek az egyházukkal kapcsolatban, én elégedetlen vagyok, egy szent szomjúság van bennem, és kimeríthetetlen szomjúság, nem itt akarok tartani, sokkal előrébb akarok járni az Úrban 19-ben, és szeretném, hogy Isten a titkait elmondaná, hogy hogyan lehetnek jó tanítvány, és hogyan lehetnek jó tanítvány gyümölcsök az életemben. Mi érte van a kereszténységnek, ha nem akarok tanítványnak lenni? Mi érte van a kereszténységnek, ha nekem nincsenek idáim, férfiak, Barnabás, Pál, meg a többiek, Mózes? Akkor tulajdonképpen feladtam a kereszténységemet, ha nincsenek nekem olyan etalonok a szellememben, személyiségemben beleírva, hogy én ilyen akarok lenni. De egy fantasztikus elhívásod van, és szeretném, hogyha úgy mennénk el az Úrhoz, amikor visszajön Jézus, hogy tökéletesek vagyunk. Tehát elhittük azt, ami a miénk, és élünk abban, ami a miénk. Azt mondja a János levele, az első János levele, második fejezet, 24-től. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. Ez a tanítványságnak a lényege, hogy benne maradsz az Istenben. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, figyelj most, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és nem hazugság, és amiképpen megtanított titeket, zárójelben mondom a kenet, úgy maradjatok ő benne. És most fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő jövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Amen. Dicsőség az Úrnak, hogy egy felnövekedési státuszban vagyunk, és még hogyha a legérettebb testvérrel találkozol a világegyetemben, a legbölcsebb emberrel, ő sem nőtt föl teljesen, mert amikor a megdicsült testet kapunk, akkor jövünk arra rá, mi az, hogy teljesen a fiúságban fölnövekedni. De ma nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról az első részben, hogy 27-es versek, az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, a benned van a kenet, mert te el vagy hívva. Ugye az mi újszövetségi egyház és protestáns egyház hiszünk abban, hogy nem csak, hogy az Isten szellemet térít meg bennünket és üdvözít, hanem hiszünk abban, hogy az Isten szelleme az ő jelenlétével belénk költözik, és
be lehet töltekezni Isten szellemével egy folyamatos kontinuitásban, egy megállíthatatlan folyamatod van arra, hogy a Szent Szellem rendszeresen betöltsön téged. Mi nem csak abban hiszünk, hogy egyszer Isten megváltott bennünket, és aztán a Szent Szellem már nem is foglalkozik velünk, hanem abban hiszünk, hogy nem csak hogy foglalkozik velünk, hanem szeretné, hogyha rendszeresen megtapasztaljuk őt. Hogy egy megtapasztalás sorozattá váljon a szellemi életünk. Amikor elhidegülsz Isten szellemétől, akkor a láthatatlan világtól is elhidegenülsz, akkor a megoldásaidat sem a láthatatlan világból kéred csak meg, és amikor elhidegenülsz a Szent Szellemtől, akkor Krisztusban lévő kegyelemi ajándékok, a Krisztusban lévő érdemek, azok elhalványodnak, és nem fogsz tudni azt szerint élni, amit ő már elkészített számunkra. Szóval itt vagyunk a kenetben. És azt mondja az ige, hogy a kenet tanítani fog. A kenet megtanít titeket mindenre. Tehát a Szent Szellem bennünk, a kenetet lehet kicserélni és Szent Szellemre, úgy még jobban megérted, a Szent Szellem megtanít titeket mindenre. Ez igaz, és nem hazugság. Tudod, a szellemi életedben rendszeresen a lelked és a tested majd háborúzni fog azért, hogy ne legyél a Szent Szellem jelenlétében. Nagyon kevés embert támad az ördög ilyen destruktív módon. Általában tudja jól, hogy a bennünk, a nevetetésünkből, a szerepeinkből, társadalmi berendezkedésünk, vallásunkból adódóan saját magunkat ki tudjuk golyózni a Szent Szellem jelenlétéből. Tudja jól, és ez egy feladat és munka lesz, hogy a kenet mindig tanítson bennünket. Igen, a Szent Szellem rendszeresen mentoráljon. És úgy is lehetne megfogalmaznom, hogy mi az, hogy mentorálás, mi az, hogy a kenet mentorálása, hogy engedett, hogy a Szent Szellem a jelenlétén keresztül belé dörzsölje azokat az útmutatásokat, vezetést, képzést, tanítást, irányítást, célt, fejlesztést, hogy olyan műhely legyen a kenet műhelyében a szellemed, szíved, hogy új utakat mutasson neked az Úr, hogy nyisson új útvonalakat a Szent Szellem jelenlétében, adjon neked az Úr új perspektívákat, hogy tudjon a nehézségedben ügyészként szerepet vállalni a Szent Szellem, hogy tudjon jogtanácsos lenni a szellemi jog vonatkozásában. Adjon neked az Úr a szellemvilágban kresztanfolyamot. Ez mind a vigasztalás, ez mind a parakletosznak a munkája, hogy Isten egy műhelybe vízbe bent téged, a kenet műhelyében, vagy a Szent Szellem műhelyében így jobban lehet elmondani. És ő lesz a kenet, a te mentorod, a kenet. És az új szövetségnek úgy lehet megfogalmazni, mi az új szövetség, nagyon jó definíciója, 2 Korintus 3-ban Pál így fogalmaz, hogy az új szövetség a szellem szolgálata. A Szent Szellem szolgálata. Kicsit átalakítom ezt a mondatot. Az új szövetségben a Szent Szellem nem kiszolgál bennünket, hanem mi szolgáljuk a Szent Szellemet azáltal, hogy együtt működünk vele. Nem lehet levinni a Szent Szellemet arra, hogy ő a szolgálóm, és amit én akarok, azt ő megteszi. Mert tudod, a Szent Szellemet nem lehet ide tenni, meg oda tenni. Szóval a Szent Szellemnek van egy ilyen vágya, hogy az életedet átalakítsa, és belülről a kenet elkezdjen téged tanítani. Ugye kétfajta betöltekezésről beszélünk mi keresztények, ez csak ugye a formalitás miatt mondom, kétfajta betöltekezés van. Ez az első betöltekezésünk akkor van, amikor az Isten igéje újjászült bennünket. Ez az első betöltekezés Istennel. Újjászülettünk, egy új DNS kaptuk, így lehet mondani technológiailag. Divatos szóval DNS kaptunk Istentől, és a maga, ami beléd került a szellemedbe, azt a Szent Szellem által Isten helyezte beléd. Ezért nagyon nagy jelentőség van a hallásnak, mert az ige hallásán keresztül születtél újjá. Most gondold azt el, hogy az ige jött a szívedbe, és te ezt meghallottad. Tehát megnyílt egy fül, a szíved füle. Ha nem nyílik meg a fül, nem vagy újjászületve. A hallástól függött a szíved állapota, az örök életed, a jövőd, minden kimeneteled, a hallásodtól. Megengedted azt, hogy a szíved halljon. És amikor megengedted, hogy a szíved halljon, az ige újjászült téged, az Isten beszéde. Óriási. Felfoghatatlan ez is. Hinni kell ebben, hogy ugyanígy tud folytatódni tovább a hallás. És amikor ez megtörtént, akkor a Szent Szellem elmutatott a Biblia hasábjain keresztül, hogy van Szent Szellemmel való betöltekezés. És ennek vannak jelei. Ez a nyelveken szólás, profétálás, karizmáknak a megnyilvánulásai egyértelműen az abcsebben ki lehet mutatni, ahol Isten szelleme megnyilvánult, például ugye Péter prédikációjába. Olyan szellem volt Péteren, hogy prédikálta az igét, és a Szent Szellem közösséget vállalt azzal, amit mondott, és leszállt a Szent Szellem egy helyre. És akkor leszállt arra a kis szobába, az emberek ugyanúgy betöltekeztek Szent Szellemmel, mint kezdetben, így mondja, mint kezdetben mi.
Tehát egy új abcsátör nyílt a százados életében. És a mi életünkben nem csak egyszer van ez, hogy egy új abcsál nyílik, hanem rendszeresen lehet abcsál. Erre vágyakozni kell, és erre szomjúzni kell. Gyere a velem a szomjúsággal kapcsolatban egy pár dolgot még, így érzem, hogy erre menjek. A János evangéliuma 7-es, fejezet 37-es verszaknál. A szomjúság nélkül nincs Szent Szent vezetése. Szomjúság nélkül nem fog a kenet tanítani. Ha te nem igényled, és erre nem vagy szomjas, Isten úgy tette, olyat tette a szellemiségedben, így is lehet mondani, hogy egy szomjúzó szellemed van. Egy szomjúzó szellemed van arra, hogy Isten szelleme és Isten dolgai bejöjjenek az életedben. Azt gondolom, hogy a szomjúság az egy ajándék, nem karizma, de mondhatnám azt, hogy egy karizma. Egy olyan ajándék, amin nélkül tulajdonképpen elpusztulsz szellemileg, ha nincs szomjúságod. Elpusztulsz szellemileg. Akit nem lehet szomjussá tenni, azzal annak a szíve már elfordult Istentől, és nehéz, annak az embernek a szíve nehéz szívűvé vált. Na nézzük az ígét. Bizony-bizony, 47-es. Bizony-bizony, mondom nektek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodtan ezért a zsidók vele, és aztán tovább. Mondta pedig, hogy 53-as verszak, drasztikusan fogalmaz Jézus. Bizony-bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Látod? Tehát szomjasnak kell lenni arra, ami szellemi, ami természet fölötti. És aztán még egy ige. A 62-estől. Hát ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol elé volt, a szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, a rémák, amelyeket én szólok nektek, szellem és élet. A szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Át kell állnod arra, hogy a szellem világban születtél, és neked van szellemed, a szellemedhez van kapcsolva egy lélek, és testben élsz. De nem test vagy, hanem szellem vagy. És a táplálkozásod meghatározza a szellemi nívódat. A minőségi a táplálkozásod Istentől, akkor a szellemed is jó állapotban lesz. Ha nincs a szellemed kezelve, nem tud a Szent Szellem vezetni. Ha a kenet belül nem tanít, nem leszel vezetés alatt. Akkor a szellemed gyenge, és nem tud dolgozni Isten munkájával kapcsolatban. És azt mondja itt az ige, mármint az Istennek a beszéde, hogy nem használ semmit a test. A test nem visz szellemivé, nem tesz szellemivé a tested. Az érzelmeid, a pszichéd se tesz szellemivé. Az ige tesz szellemivé. Még egy ige, a 4.14, visszalapoznál egyet, 4.14, János 4.14. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Hanem a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mit jelent ez? Hogy rendszeresen megmarad a szomjúságot, csak tudod csillapítani a szomjúságodat. Tehát például az, hogy nem megdicsőült testben vagy, már ez szomjúságot ad az életedbe, hogy elmenj az Úrhoz, és dicsőséges testben vele legyél, és vele vacsoráljál. Tehát ez már alapvetően, hogy testben vagy, ez nem engedi a szellemi életedet. Ezért szomjúságot ad az Isten a szellemén keresztül, szerintem szomjas embereket csinál. És itt kialakít, azt mondja az ige, benned egy buzgó víznek út fejét. Hogy olyan legyen a bensőd, hogy tudj inni magadból, azaz Isten szelleméből. Hát nem tudjátok, én mondja Pál, hogy az Isten temploma van bennetek? Aki megrontja Isten templomát, vagy korrumpálja a saját templomát, megrontja azt Isten? Vagy egy másik helyen azt mondja, hogy mi és a szellem egyesültünk. Egyesültünk Isten szellemével. És mivel egyesül van a szellemünk Istennel, Isten szellemével, azért egyek vagyunk Istennel. A belső emberünk által. Nem a lélek által, nem a test által, hanem a belső ember által. És gondold azt el, hogy benned Isten szelleme szeretne kommunikálni, dolgozni rajtad, hogy ebből a kútból így áll. Van benned egy kút. És amikor szomjúságod van, tudsz inni magadból. Ezt el kell hinned, hogy kút van benned. Hát minek van a kút? Azért, hogy ígyunk a kútból. Amen. Vagy ígyom más is. Ez már egy magasabb szint, amikor másokat is itatsz szellemben. És gyere a János 6.35-be, 5-höz. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életek ama kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjozik soha. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ha szellemben elkezdesz szomjozni,
akkor rájössz arra, hogy a semmilyen más világi, testi kívánság már nem tudja megadni azt, amit spirituálisan kielégített Isten az a javadra, az életedre vonatkozólag. És azt tudom neked mondani, hogy három szint van abban, hogy hogyan tudsz szellemben szomjas lenni, és hogyan tudsz növekedni a szomjúságban. Azt mondja az először az ige, hogy aki hisz én bennem, az életnek a... Hogy van? Hogy van az ige? Az van négy... Hányi volt? Négy? 14. S azt mondja, valaki pedig iszik abból a vízben, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne. Ez azt jelenti, hogy először is elkezdesz inni, ez az első rész a szellemi életedben, a szomjúságodban, hogy elkezdtél inni. Iszol. Iszol abból, amiből tudsz inni, Isten dolgaiból, valóságaiból, a Bibliából, az igékből, a sorsodban megtalálod Istent, a dicséret, hálaadás, minden olyan dolog, ami a szellemi dologhoz kapcsolódik. Ez az első rész beletartozik, hogy elkezdesz inni, iszol, elkezdesz vágyni arra, hogy Istenből részesedjél, vagy imádkozol, vagy testvérekkel beszélgetsz, stb. A következő szint, hogy rájössz arra, hogy amit kaptál, az örökké tartó dolog. Örökké tartó folyamatban van a Szent Szellem és te. Örökké tartó folyamatban van a Szent Szellem és te. Nem fog megállni ez a szomjúság olyan vonatkozásban, hogy Istenre szomjas leszel, de nem fogod tudni kielégíteni már ezt a szomjúságot csak Istennel. Miért fontos, hogy benned van a Szent Szellem? Miért, hogy kihangsúlyozzam? Mert nem kell fölmenned a mennybe. Nem kell fölmenned a mennybe. Nem kell fölmenned a mennybe. Benned van a Szent Szellem. Nekünk nem úgy kell imádkozni, hogy atyám, jöjj le a mennyek országából, hanem úgy kell imádkozni, atyám, attól, hogy a bennem lakozó Szent Szellemmel kommunikálni, kapcsolatot, közösséget tudjak létrehozni. Tehát a Szent Szellem nem hálni jár beléd. Este ő is jön, mikor lefekszel, felveszed a pizsomádat, vagy a hálóingedet, és utána ő is jön, ő is fölveszi, meg a sapkáját, hálósapkáját, meg hálószemüvegét, és akkor lefekszik. Nem, benned él a Szent Szellem. Most ezt hagyjuk, hogy kiből jár hálni szó szerint a Szent Szellem, de most tegyük fel, hogy rólad van szó, nem? Azért ennyi optimizmus csak van. Szóval azt mondja az ige, hogy nézzük az igét, hogy a második, hogy örökké valóságba kezdesz el mozogni, elhiszed azt, hogy a szíved az nem kemény, nem gonosz szívű ember vagy, és szeretnél a Szent Szellemmel egy találkozásokat létrehozni. És itt hagyj jegyezzem meg a prédikáció elején, hogy nem csak Jézus Krisztussal kell találkoznod, ahogy tanítványá váljál, hanem a Szent Szellemmel is. Különálló személy, de egyek. És ha még te nem találkoztál a Szent Szellemmel, akkor neked kérned kell, hogy találkozzál vele. Olyan nincs, hogy valaki találkozott a Szent Szellemmel, és elfelejti. Ez olyan, mint hogy Jézussal való találkozás sem lehet soha elfelejteni. És amikor találkozol a Szent Szellemmel, akkor arra fog vezetni téged Isten, hogy ez a külön típusú, új típusú találkozás, ez legyen megtapasztalás sorozattá. Amikor egy keresztény, új elszületett keresztény, aki be is van töltek ez a Szent Szellemmel, ami két különböző fázis a szellemi életünkben, egyértelműen két különböző fázis. Én ezt így éltem meg, tehát hogyha valaki azt mondja rám, hogy ez nem igaz, akkor hazudik, mert én ezt megéltem, hogy szólok nyelveken, és nem akkor szóltam nyelveken, amikor újjászülettem. Ez két különböző dolog. Először újjászülte a szellememet Isten, utána pedig betöltött a Szent Szellemével, ugyanúgy, mint pünköskor. És ugyanaz a szellem van bennem, ami Jézus Krisztusban van benne, ami a Péterikben volt benne, ugyanaz a pünkösdöt éltem át én, meg te is. Amen. Szóval ott tartok, hogy amikor te elkezdesz ezzel ebben élni, akkor azt fogod látni, hogy ebben lehet növekedni a Szent Szellem jelenlétében. És Isten ebben a szomjúságban, amiben belevisz téged, ezt soha nem fogja abba hagyni. Soha nem fog leszoktatni a szomjúságról. Lesznek nagyon nehéz pillanatok, mikor már annyira szomjas vagy, hogy már nem bírod ki, de Isten veled lesz, és be fog tölteni utána. De aztán megint jön egy óriási nagy vágy, valamint apály meg a dagály. Szellemi életünkben is átélünk apályt és dagályt. Akármennyire nem tetszik ez a szó, hogy apály és dagály, de átélünk. És dolgozni fog a tested és a lelked, hogy ne legyél szomjas. A lelked fogja mondani, hogy mivel legyen tele a szíved, mivel legyen tele a fejed, mivel tele legyen a magatartásod, viselkedésed. És a tested is fog vágyni dolgokra, testi dolgokra, és háborúzni fog a belső embereddel a tested. A Galácia levélben mindjárt átnézzük. Na most a következő szakasz pedig, hogy kiléptél már önmagadból, az örökké valóságban mozogsz, az örökké való szomjúságról beszélek, az a víz, amelyet én adok nekik, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz benne. Ez pedig az utolsó szakasz, mikor elkezdesz tanulni inni magadból, a Szent Szellemből pontosabban.
Ez fantasztikus dolog. Olyan dolgokról beszélek, amiből lehet, hogy nem is élted még meg. És azért beszélek, hogy megélt. Amen. Mert ez meg történhet. Hogy belőled kifakad az Isten jelenléte. Hogyan tud kifakadni Isten jelenléte? Jó, akkor menjünk erre. Gyere velem a Galácia 3-hoz. Hogyan működik ez a harmadik szint? Ez kell neked, gondolom. Ugye? Nekem is ez kell. Halleluja. Az abcselben rengeteg olyan sztori van, hogy látható, hogy az Isten emberei, azok állandóan betöltekeztek Szent Szellemmel. Azok nem egy éve egyszer, két éve egyszer, azok nem vitatkoztak azon, hogy melyik karizma van élő, melyik nem. Működött rajtuk az összes karizma. És ez neked legyen egy nívód. Egy olyan szellemi nívód, hogy te is szeretnél ezen a szinten lenni. Galácia 3. Én azt gondolom, hogy minden szellemi dolog, minden ivászat és minden ivászat utáni egy minőségi ugrás egy szellemi kijelentés által van. Gyere a Galácia 3.2-höz. Csak azt akarom tudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából? Ez az első legfontosabb dolog. A törvény hallásából, vagy a hit hallásából vettétek át a szellemet. Miért fontos ez? Először is, az egyház, mi pogányoknak nem annyira nagy ügy a törvény szerintem. Tehát azok a prédikációk, mikor a törvény ellen vannak, és a kegyelmet kiemelik, jók, buzdítóak, bátorítók is kell, de nekünk nem teljesen a törvényel van gondunk, hanem saját magunk törvénykezéseivel. A vallásnak is van törvénye. Minden gyülekezetnek van különböző dogmája, hogy mit lehet elfogadni, mit nem. Mi van, mi igei, mi nem igei. És úgy gondolom, hogy ebbe gabolyodunk bele, úgy, mint a cica a gomolyakba, és azokat, de megjegyzem, a törvény is természetes módon hátráltatja a személyiségedet, hogyha te törvénynek akarsz engedelmeskedni, és nem a Szent Szellemnek. De hogyha az 1 Timótós, ne gyere oda, oda jöhetsz, ha akarsz, mert ki vagyok én, hogy megmondom, hogy ne gyere oda. Mi vagy te, kutya? Ide gyere, oda gyere. Halleluja, na, halleluja. Az 1 Timóteus 1-ben azt mondja az ige, azt hiszem a 6-os vagy 7-es verszakban, azért még Bibliát nem tudom fejből, hagyjál engem békibe. Mi vagyok én? 8-as verszak. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván, hogy a törvény nem az igazakért van. Tudván, hogy a törvény nem az igazakért van. Te igaz ember vagy? Akkor nem miattad van a törvény. Természetes módon a törvény árnyék, és tudsz belőle szellemileg fejlődni, ha a Szent Szellem vezet. Ha nem vezet a Szent Szellem, akkor pedig kinyírod magad. Mert a törvénynek meghaltál. A Galácia 2 alapján meghaltunk a törvénynek. Élek többé Krisztusnak. Nem élek már a törvénynek. Meghaltam a törvénynek. A törvénynek meg kell halni. Azt mondja az ige. Amen. Azt mondja az ige, a 2.19-ben csak felolvasom neked, hogy elhitt. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Én a törvény által meghaltam a törvénynek. Elolvasta a törvényt, rájött arra, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mestere Pálnak, ezért meghalt. És a törvény felszabadította őt arra, hogy meg tudjon halni. Jó a törvény, ha törvényszerűen élünk vele. Amen. És nem kell kiradírozni a törvényt, mert a törvényt a Szent Szellem be fog írni a szívedbe, állítólag. Nem? És azt mondja az ige a 20-as verszakban, Krisztus együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem én bennem Krisztus. Amelyet életet most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem. Vagy King James úgy fordítja, a Krisztus Jézus hitében élem, aki szeretett engem, és a békés dalos is, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, Krisztus ok nélkül halt meg. Szóval, neked le kell győznöd azt a fajta nagyon, nagyon komoly sztereotípiát, hogyha szent leszel, akkor egyszer majd, Isten a hitén keresztül, vagy a te hiteden keresztül Isten fog tudni téged vezetni. Ez egy hazugság. Először is te szent vagy, miután újjászülettél. A második van a gyakorlati megszentelődés, mert nincs instant szentség. Gyakorlati megszentelődésben a Szent Szellem lépésről lépésre helyreállítja az életedet. És itt hagy mondjak neked valamit, hogy egy 1 János alapján, és ez szeretném, hogyha ez robbanna a szívedbe, a személyiségedbe. Isten bevállalta azt, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus az engesztelő áldozat a vétkeinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. Az egész világért meghalt Jézus. Bevállalta azt, hogy miután újjászületsz, tudja jól, hogy még mindig vannak vétkeid, és mégis újjászül téged. És ez a szeretet, ez a feláldozott szeretet, ez az odaszánt szeretet Istennél,
Ez abban mutatkozott meg, hogy Jézus lejött a földre, háromszor átélt egy halált, az első az volt, amikor kiüresedett a mennybe, és lejött ide, ott hagyta a dicsőségét. A második kiüresedés az a Getsemáné kertjében volt, amikor haláltusán ment át, hogy föl tudjon menni a keresztre, bevállalta a Getsemáné kertjében azt, hogy az egész világért meghal, és veszi ezt a rizikót, ezt a rizikófaktort, hogy fog működni az ő áldozata hitáltal, és fölment a keresztre, ez volt a harmadik odaszállása, azért, hogy végérvényesen pontot tegyen az engesztelés kapcsán. És tudod, ez fantasztikus dolog, hogy Isten a szellemét adja beléd, mert még ez is zálog, ez is előleg, mert tudja jól, hogy a Szent Szellem vezetése alatt leszel. És amikor ezeket elkezdtem ezen elmélkedni a két héttel ezelőtt, akkor azt láttam meg, hogy Isten egy olyan Isten, aki egy együttérző, könyörületes Isten, és nem úgy gondolkodik rólunk, hogy majd valami rosszat teszünk, hanem akkora nagy hittel szán meg bennünket, vagy tesz bennünket újjá, és ad nekünk egy lehetőséget, amelyben benne van a hit mögött a szeretetnek a munkája. Ez a feláldozó szeretet. És amikor a Szent Szellemhez nyúlsz, és a Szent Szellem vezetését kéred, akkor tudd meg, hogy a Szent Szellem nem ideges, nem lehet őt megsérteni olyan vonatkozásban, hogy tudja, hogy bűnbe leszel. Érti ezt valaki, amiről beszélek? Tudja jól a Szent Szellem, hogy be fogsz töltekezni megtérés után, nyelveken fogsz szólni, és vétkezel, és bűnbe mész. Ez óriási dolog. És azt is tudja, hogy hogy tudsz kimenni ebből a problémából. Amikor proféciát kapott Jákob, tudta jól a Szent Szellem, hogy egy erőszakkal fogja elvenni az áldást. Mégis odaadta a proféciát. Amikor Dávidot elhívta, és azt mondta, hogy a szívem szerint való férfiú, tudta jól, hogy gyilkos lesz. És mégis odaadta neki a királyságot. Amikor József megkapta a proféciát, és a József testvérei, hogy egy hatalmas fölemelkedés lesz az életükbe, akkor tudta, hogy meg akarják gyilkolni, de nem tudták, csak bedobták a kútba. És mégis fölemelte a 12 pátriárkát, akik gyilkosok voltak. De nem történt meg a gyilkosság. Szóval én azt tudom neked mondani, hogy Isten szeretete, Isten könyörtessége, az megelőz mindent. És ez a fajta hozzáállása Istennek hozzánk, felszabadít bennünket abban, hogy ne féljünk a bűntől. Inkább féljük Istent. Mert jó dolog az, hogyha te szent vagy. De még jobb dolog, hogyha a Szent Szellem vezetés alatt vagy. Mert láttam már olyan szent embert, aki nem hallott Isten hangját. De erkölcsileg fetetetlen volt. Nem tudott szellemben mozogni. De szent volt. Mert könnyű kialakítanunk bizonyos információ által egy idézőjelben szentséget. Ima életünk van, bibliázunk, eladjuk autónkat, nincs környezetszennyezés, a mikrót eladjuk, nehogy sugárzás legyünk, telefont eladjuk, nehogy hívságokat nézzünk, kidobjuk a televíziót, amikor romtalanítás van, elköltözünk vidékre, egy erdőbe, és keresünk Istent, és szentek vagyunk, mert nem érintkezünk a társadalommal. De ez nem a Szent Szellem vezetése. Ez nem a Szent Szellem vezetése. Gyere, menjünk a szájtokhoz. Szájt. Halleluja. Szóval ott tartunk, hogy a Szent Szellemnek a munkája hogyan tud tovább realizálódni az életedben. Az első dolog volt, amit most a Galácia 3-ból, amit felolvastam, még egyszer felolvasom, hogy csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok-e? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába? Annak okért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszié. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonított ő néki igazságul. Tehát mit mond itt az ige? Hogy Ábrahám a Szent Szellem vezetése által megigazítatott, és hitt. Mire teszi a hangsúlyt? Hogy a Szent Szellem vezetése és a hit az elválaszthatatlan. Nem tudsz szellem vezetése alatt maradni, ha nem akarsz hitbe lenni, és mivel meg vagy igazulva, ezért tudsz hitbe lenni, és mivel meg vagy igazulva, és ki vagy békülve az atyával, ezért tudsz a Szent Szellemnek a jelenlétére figyelni. Vágyhatsz rá, és felszabadíthat téged a Szent Szellem, hogy ne a törvénynek az igája alatt legyél, saját maga törvénye, gyülekezeti törvények, 10 parancsolat törvénye alatt legyél, hanem a Szent Szellemnek a törvénye alatt legyél, ami beírja a szívedbe. Mert a szellem szolgálata a szívre író szolgálat Isten dicsőségére. Ezt mondja Jeremiás és a zsidókhoz írt levél is. Szóval ott tartok, hogy
A testben lehet visszacsúszni, ha nem vagy a szellem jelenlétében, és ha nem hallod a szellemet, és nem veszed a szellemet. Még egyszer mondom. A törvény cselekedetéből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából? Hogyan jött be a szellem Pál életébe, és a galáciabeli gyülekezet életébe? Hogy hallott. A halláson keresztül töltekezett be Szent Szellemmel. És azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Az, hogy mindjárt átmegyünk arra, hogy a zsoltárokon, dicséret, éneklésen keresztül be lehet töltekezni, az egy másik dolog. Az már tulajdonképpen ebből fakadó gyümölcs. Mert hiába töltekezette be Szent Szellemmel, ha nem vagy hitbe. Mert lehet ilyet is csinálni, hogy dicsérjük Istent, az Isten tisztelet előtt, után, közepén, és betöltekezünk Szent Szellemmel. De ez nem jelenti az, hogy hitben vagy. Mit jelent, Lali, gyorsan magyarázd meg, mi az, hogy hitben lenni. Van az üdvözítő hit, az első, amikor neked van egy mértéke a szellemedben, személyiségedben a hitnek, a tiéd a hit benn van a Szent Szellem, segít ebben, hogy zálog legyen, és akkor te tudatosítod magadba, hogy van hited, újjászülettél, és meg vagy igazulva. Ez az üdvözítő állapot, üdvözülő állapot. Kegyelemből van, hogy ne tudj dicsekedni ezért. Isten meg nem érdemeltségből van. Isten odaadta neked, hogy elfogadott emberré váljál. A másik szint pedig a hit hallása. Hallod? A másik szint a hit hallása. Amikor elkezded hallani a hitet, a hitnek a munkáját, a hitnek az üzenetét. Ez egy teljesen más korszak már. Ez a felnövekedésbe vezető korszak. Tehát az első volt az üdvözítő hit. Amen. A második pedig a hit hallásának a korszaka. Ha megáll a hit hallása, te üdvözülsz, csak visszafelé fejlődsz, a lelked gyengül, a szellemed gyengül az Úrban, és a személyiséged is elgyengül az Úrban. Ezért kell hallanod rendszeresen hitről hitre, hitből hitbe. Tehát két korszakod van, most remélem abban a korszakban vagy, hogy akarsz hitből hallani. A hit tanítását akarod elfogadni, ahogyan Pál mondja itt az ige, hogy a szellem pedig jön. Amikor van hit hallása, jön a szellem. Nem kell kérni külön, jöjj Szent Szellem. Ez tulajdonképpen ez egy hiába való ima, hogy jöjj Szent Szellem. Hanem azt kell csinálnod, hogy a hitnek az üzenetébe visszamenj. Amikor Isten szólt utoljára neked, és mondott valami célt, egy ígéretet adott, akkor újra feldolgozod az elmédbe, elkezdesz gondolkodni az ígéretekről. Mert amin van, tele van az elméd, afelé mész. És ahol a hit dolgozik, oda fogsz eljutni. Mert a hit rögtön beemelt téged abba a pozícióba, és abba a millióba, és abba az atmoszférába. Ha van neked ígéreted, akkor a hit az bele tud kapaszkodni. Vagy bármilyen igéd, vagy bármilyen bibliai történetnek a összefüggése. És amikor itt arról beszélünk, hogy a hitnek a munkája és a szellemnek a munkája, hogy mivel találkozol, ki is van vetítve, azt gondolom, igen, az ötös verszak, hogy elkezd háborúzni a személyiséged a Szent Szellemmel. Ez alapprogramod, ezt a neveltetésedből hozod, a vallásodból hozod, a képzettségedből, a szülői kapcsolatok, a társadalmi kapcsolatok, ezt mind hozod, mert elkezd ugrálni a tested, és azt mondja, ő nem szeretne a Szent Szellem jelenlétébe lenni. A lélek nem vonzódik a Szent Szellem jelenlétéhez, az csak a szellemed vonzódik. Ezért mondja Jézus a Getsemani kertben, hogy vigyázzatok, a szellem ugyan kész, de a test erőtlen. A szellem kész, a szellemed kész arra, hogy kapcsolódjon Istennel. És a Getsemáni kertben nem hiába mondja ott, hát azért mondja, mert ott is neki a teste kapcsolódott majdnem a dolgokkal, a hiávaló gondolataival. És a szellemére kellett figyelnie, hogy mi Isten akarata. Szent Szellem, kérlek segíts, gondolom, mondta, akkor ott. Szóval, ott vagyunk a Galácia 5-nél. Ha pedig, 15-ös verszak, ha pedig egymást marjátok és valljátok, vigyázzatok, hogy egymás fel ne emészítek. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekszik, pontosabban fogalmazva a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy te ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Nem csak a bűn ellen van nekünk tusakodásunk. Teológiailag már megszabadultunk hit által, de mindegy, adjuk most ezt a témát. A törvénytől is megszabadultunk hit által. Meghaltunk a törvénynek is, meghaltunk a bűnnek is. De a Szent Szellem jelenlétének is meg kell halni. És nem csak Jézushoz kell megtérni. Nagyon sok ember megtért Jézushoz. Nagyon sok ember megtért Jézushoz. De nem tért meg a Szent Szellemhez. És hogy megnézed az összefüggést itt, a Pál tanítását, mindjárt menjünk a 2 Korintus 3-hoz, hogy kell megtérni a Szent Szellemhez. 18-as verszak, ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Ha a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. És én most mondok egy fekete-fehéret, nem szeretek fekete-fehéreket, de most mondok egyet. Nem fogsz tudni
szellembe maradni, ha te testből akarsz megfelelni Istennek, a törvény szerint. Vagy testben vagy, és törvény szerint akarsz imádkozni és szellemet élni, vagy engeded, hogy a Szent Szellem vezessen, vagy megtanítson téged vezetni. És utána azt mondja a 24-es verszak, 22-est is felolvasom, de a szellem gyümölcse, és elkezd beszélni nem a törvény gyümölcséről, hanem a szellem gyümölcséről. Ez mit jelent? Hogy a szellem karaktere az elkezd benned kifejlődni, ha vezetés alá kerülsz. Szeretet, hallod? Az a Szent Szellemnek a gyümölcse a szeretet. Ez nem a te gyümölcsöd, a szeretet, hanem a Szent Szellem gyümölcse. A Szent Szellemnek az életvitele a szeretet. Nem tud a Szent Szellem jönni csak szeretetben. Örömben, békességben, béketűrésben, szívességben, jóságban, hűségben, szelídségben és mértékletességben. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi. Na hát ez egy érdekes mondat a Pálnak. Akik pedig Krisztuséi. Neked tudnod kell, hogy te kié vagy. Ha nem birtokol Krisztus szelleme, akkor nem vagy az övé. Ha birtokol Krisztus szelleme, akkor az övé vagy. És ezt a birtoklás pedig fenn kell tartani. A testet megfeszítették indulataival, kívánságával együtt. Nem tudsz a Szent Szellem vezetés alá kerülni, ha nem megfeszítve a tested. Azért, hogy vezetés alá kerüljön. Ez azt jelenti, hogy minden nap meg kell feszítened azért, hogy vezetés alá kerülj. Ezt nem úgy értem, hogy reggel fölkelsz és megfeszíted magadat, tehát nem tudom, bordásfalra fölmászol, hanem arról beszélek, hogy neked tudatosítanod kell azt, hogy önmagában, hogy reggel fölkelsz, nem vagy szellemi ember. Pontosabban fogalmazva teológiailag, már szellemi ember vagy, csak nem tudsz szellemben mozogni, ha te nem akarod, hogy szellemben mozogjál. Mert a szellemed magadat téged nem fog irányítani, nem irányító, hanem kötőtű, tehát nem fog beléd kötni a Szent Szellem. Nem fog megverni se. Miért nem vagy a kontrollom alatt? Neked kell irányítanod magadat, hogy te bemenj a Szent Szellem kontrollja alá. Így pedig Krisztusé a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Ha ez nem megy át életvitelbe, akkor szellemben élsz, de nem szellem szerint jársz. Mi a kettő közötti különbség? Mi a kettő közötti különbség? Az, hogy újjá vagy születve, de a Szent Szellem téged nem tud irányítani. Nem tud veled közösséget kialakítani, és Isten tulajdonképpen távol van a szívedtől. Bár újjászülettél, a Szent Szellem jelenlétében vagy, profétálsz, nyelveken szólsz, csodákat teszel, de a Szent Szellem nem tud irányítani. Nem vagy vezetés alatt. Nem érted az igét, nincs igei vezetésed, mert az Isten szelleme az az igéhez hű. Még egyszer. Az Isten szelleme az igéhez hű. Az Isten szelleme az igéhez hű. Nem lehet szembeállítani az igét és a Szent Szellemet. Nem lehet szembeállítani a szellemet és az igét. Mert amiket hall, az Jézustól hallja a Szent Szellem. És a tanítása az Krisztusra fog rámutatni, mert azt mondja Jézus, hogy az én beszédemet eszetekbe jutatja. Tehát az igéhez hű a Szent Szellem. És amikor a vezetés alá kerül szellem által, akkor te hű leszel az igéhez, mert ő is hű az igéhez. Mert fog szólni a Szent Szellem, és akkor ő mond az ige, amit a Szent Szellem mond, az ige. Az ige, az isteni ige, amit a Szent Szellem mond. Bár nem fogod hallani kívülről a Szent Szellem hangját, de belülről bizonyságot fogsz kapni. Együtt bizonyságot tesz a Szent Szellem, a szellemeddel együtt, a lelkismeretednek és a tudatodnak. Belül nem hangot fogsz hallani, hanem egy belső bizonyságot. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Egy életvitelt kell kialakítanod. A járásod az életvitelt jelent. A Bibliában, az Új Szövetségben a járás szó az egyenlő életvitellel. Keresztény életvitellel, szellemi élettel. Szellemi ember az, aki jár szellemben. És Galácia 3-ban olvastuk, hogy Ábrahám hit által hallotta, hogy van megigazulás, hit által bejött a szellemébe a megigazulás, mert megigazult. Ez is döbbenetes, hogy szoktuk mondani, hogy hát az Új Szövetségben van újjászületés, az Ószövetségben nem volt újjászületés. Ez egyértelműen ki van mondva, hogy nincs kimondva, hogy nem volt újjászületés, de az sincs, hogy valaki újjászületett. De érdekes módon megigazult Ábrahám. És erre én csak azt tudom mondani, hogy Isten egy különleges Isten, és ő valahogyan egyszerűen kivételt tesz emberekkel az Ószövetségben, azt látom. Nem tudom, mi történt ott, és teológiailag nem tudom bebizonyítani, hogy az újjászületett Ábrahám, nem is akarom bebizonyítani. De újjászületés nélkül megigazulni, ez is érdekes dolog. Na mindegy, nem tudom, hogy ez hogy van, ez egy rejtély előttem. De egyet tudok, hogy hallotta a szellem hangját, és a Szent Szellem igazította meg Ábrahámot, nem maga igazította meg magát, sőt, még törvény se volt. És azt mondja példának, hogy nekünk ezt kell követni, hogy az igaz ember hitből éljen. Mit jelent az igaz ember hitből él? Az igaz ember szellem által él. A hit szelleme által, a hit hangja által, hallás által él.
mert a hit az hallásból jön, a hallás pedig Isten igén keresztül. Legyen fölemelve a hallás a tisztelete és a hallásnak a nívója, a hallásnak a minősége, kvalitása az életedben. Ha azt fölemeled, akkor a Szent Szellem tud vezetni majd téged. Dicsőség az Úrnak. Tehát ott tartunk, hogy a hit hallásból jön, és szeretné Isten, hogyha nem cenzúráznád, és nem és előítéleteiddel nem tennéd tönkre a Szent Szellem munkáját. A Szent Szellem egy kedves szellem, egy nagyon, nagyon kikutathatatlan szellem, mert még az Isten mélységét is ismeri, és Isten mélységét te nem tudod kikutatni. De a Szent Szellem ki tudja kutatni a személyiségedet, és tud mondani dolgokat, tud mentorálni, tapasztalatot tud átadni. Az életviteled, az egész életviteled itt a Földön a Szent Szellemtől függ. Ha abba hagyod a Szent Szellemmel való kapcsolatodat, tönkre megy a szellemi karriered. Bár az igén, ha csak igét olvasol és a Szent Szellemet nem hiszel, nem hiszel abban, hogy vannak karizmák, elmúltak a karizmák, tudjátok, vannak ilyen mindenfajta dogma az egyházban, akkor szép lassan a szellemed gyenge lesz, és nem fogod tudni hallani Isten hangját. Bár ebben is vannak kivételek, hallottam embereket, akik nem szóltak nyelveken állítólag, és mégis hallották az Úr hangját, sőt, nagyon szellemi emberek lettek. Nem tudom, nem voltam ott, nem éltem akkor velük, hogy szóltak nyelveken vagy nem. De én inkább nem próbálkozok ezzel. Tehát, hogyha én nekem van hitem arra, hogy az abcsel hasábjaim megtörtént, akkor én nem akarok követni más embereket, én abcsel hasábjait követem. Nekem ez a mérce az abcsel. Szóval ott tartunk, hogy egy testi háborúba fogsz bemenni ebbe a háborúba, de nem csak a testeddel fogsz háborúzni, hanem a lelkeddel is háborúzni fogsz, érzelmeiddel is. Gyere, kérlek, menjünk a Lukás 14-hez. Tanítványság kapcsán Jézus lefektet egy pár dolgot. Nagyon erős, drasztikus szavakat használ Pál, vagy bocsánat, Jézus, hogy milyen egy valódi keresztény, vagy egy tanítvány. Lukás 14. A 25-től. És megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulván mondta nekik, azoknak. Egy nagy sokaság volt. Ő meg megfordult. A Szent Szellem mondta, hogy forduljon meg. Ha valaki én hozzám jöjj, és meg nem gyűlöli az ő anyját, atyát, vagy atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, én utánam nem jön, és én utánam jöjj, nem lehet az én tanítványom. Mert ha valaki közületek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámolja a költséget? Ha van én, mivel elvégezze? Nehogy miután fundamentumot vetett, elvégezni nem tudta, nem bírta, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja ezt az építkezést zárójelben. Ezt mondvám, ez az ember elkezdte az építkezést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamelyik király, mikor háborúba megy, hogy egyik a másik királlyal összeütközzék, megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött? Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a béke feltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javától, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só megíztelenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem trágyára nem alkalmas. Kivetik azt, akinek van füle a hallásra, hallja. Akinek van füle a hallásra, hallja. Neked van füled a hallásra, tehát hallod. Mondom ezt a nagyon kemény igét, mert tényleg ez egy combos ige. Tehát a 26-os verszaktól. Ezzel aztán lehet törvénykezni. Ezt aztán tényleg nyílhelytnek lehet használni a személyiségedben, hogy a károsztatás és a vádlás nagyon erősen tud erre az ige szakaszra jönni a lélek által, meg a test által. De szeretném kibontani ezt az igét, hogy ne egy károsztatás, vádlás, elérhetetlen magasságban érezd magadat, hanem közel valóvá váljon Jézus szava, a Szent Szellem szava, mert ez elérhető szint. 26-os. Csak mondhatom, hogy hogyan. Ha valaki én hozzám jöjj, és meg nem gyűlöli atyát, anyját, stb. Gyerekeit, rokonait, fitestvérét, sőt a maga lelkét, nem lehet az én tanítványom. Az első szint, itt két szintről beszél. Az első a test, a testi hovatartozás, a generációs örökség. A második meg a saját magad lelke, a pszichét. Na most ezt a görögben úgy lehet átadni görögből magyarra, úgy körülbelül szerintem. Az első dolog az, hogy neked meg kell gyűlölnöd nem az anyádat, mert az anyut azt tisztelni kell, meg aput, meg a rokonokat, meg azokat, akik segítettek a rokonságodba az életedbe. Hanem el kell hinned azt, hogy az az életvitel, amiből ők jönnek, ha pogány, istentelen, akkor azt te nem szeretheted. És nem alakulhatsz olyanná, amilyenek ők. Tehát el kell magadat, a szívedet zárnod attól az életmódtól, hitfelfogástól, ideológiáktól, világnézettől, és át kell alakítanod egy újfajta bibliai világnézetté az életedet. És ez még keresztények életében is hagy húzzam alá, hogy sokszor van úgy, hogy egy családban, tegyük fel, hogy a szülők, az idős szülők, az Úrban vannak, és a fiatalok is az Úrban vannak, csak mégsem egy ilyen testi módon élik a kereszténységet, és van egy harc. Ezt is föl kell vállalni. Tehát például, hogyha valakinek
a gyereke az Úrban van, és de nem látja a szülő azt, hogy az a gyerek az helyes úton járna, hanem látja, hogy egy elvilágiasodott egyházhoz jár, neki föl kéne vállalni azt, hogy ezt az utat elmondja neki, hogy ez miért nem bibliai. Nem szétverve lelkileg a másikat, hanem elmondja, megindokolja, hogy az az út merre vezet, az a széles út számára. Persze ezzel lehet széttörvénykezni a családot, de ugyanúgy egy ifjúnak is meg kell mondani a szüleinek, hogy úgy látja, hogy a szülei egy testi életet élnek, és a Szent Szellem gyümölcsei nincsenek az életükbe, ezt is föl kell hozni. Ebből óriási botrány van, mert ugye általában a keresztények nem tudják egészségesen, kegyelemmel, együttérzéssel, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tisztelettel elmondani egymásnak ezeket a dolgokat. Ez van. Tehát ma ilyen világot élünk, hogy még ha valaki igazság útján jár, még az sem biztos, hogy irgalmas szívű, irgalmas szemű, és át tudja adni helyesen azt, hogy hát meg kéne gyűlölni azt az életmódot. De ezt Jézus ezt tanítja itt, hogy meg kell gyűlölni a családi életmódot. És ez a testi hovatartozás, a testből való születettségről szól itt. Ez a testi születettségnek, ez az átadás, az örökség, az örökítés, amilyen DNS-eket örökölsz. Ez a hiába való életmód, amiben van a világ. Hogy nekik ők fittyet hánynak a törvényre, a Szent Szellemre, Isten munkájára, megváltásra, mindenre. Erre kell neked azt mondod, köszönöm szépen, én ezt ebből kijöttem, megtértem, én nem szeretném ezt az ideológiát. És mondja ekkor a szülő, de hát én nem is hiszek, nem is működik az ige, nincs is, az ige az nem is igaz, az hazugság, de megmondott, ő abban hisz, én meg te meg ebben hiszel. És meglátjuk a végén, hogy kinek volt igaza. Igen, sajnos. Na most nézzük a másodikat, a lélek. És itt úgy lehet mondani, hogy én meghalok annak, hogy a szellem vezessen, és ne a lelkem vezessen. Meghalok annak, hogy ne az érzelmeim vezessenek, hanem a Szent Szellem érzelmei. Meghalok annak, hogy ne én tanácsoljam magamat, hanem az Isten szelleme tanácsoljon engem. Meghalok annak, hogy ne az én szándékom, marketing tervem valósuljon meg az életvezetésemben, hanem bele tudjon szólni a Szent Szellem, és ki tudja javítani ezt a marketing tervet. Megengedem azt, hogy a gyereknevelésemben a Szent Szellem is segítsen, ne csak én. Beleszólok abban, hogy a munkámban a Szent Szellem tudjon segíteni. És ne csak az én tudásom, hogy többet kapjak Istentől. Segítségül hívom az Úr nevét a munkájában. Uram, segíts! Légy mellettem, és adj egy picivel többet, hogy kibírjam a mai napot is. És nem a lelkem irányítja, nem ő a góré, nem ő az Úr. Nem ő alatt vagyok, az érzelmeim, döntéseim, szándékaim, tervem, meg az ösztönöm. Nem az egóm alatt vagyok. Nem az egó a király, hanem a Szent Szellem a király. Ezáltal leszel tanítvány. És ez erős szó a gyűlölet. Erős szó, de úgy látszik, hogy abban a korban nem féltek ezt kimondani. Valószínű, akkoriban nem volt ekkora nagy robbanása, durra, hogy azt mondom, hogy tagadd meg a lelkedet, vagy gyűlöld meg a lelkedet. És a harmadik szint pedig, valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Én ezt az igét most úgy értelmezem neked, hogy ez a Szent Szellemnek, a Szent Szellemnek a munkája, a Szent Szellemnek a tanúságtétele, hogy már nem te döntöd el, hogy merre mész az Isten fiának a követésében, hanem még ezt is alárendeled. Nincs rutinod az életedben. Mit jelent ez? Tehát akkor bibliázol otthon, akkor hallani akarsz. Hallani akarsz a Bibliából. Mikor beszélgetsz a feleségeddel, férjeddel, akkor azért beszélgetsz vele, hogy meglásd azt, hogy melyik az az út, ami nem a te utad, és melyik az az út, ami Krisztusnak az útja. Ez a szellemednek a szabadsága. Hogy engeded azt, hogy nem csak Jézus kövesd, hanem legyen meg az Úr akarata is. Mert nagyon sokan mondják, hogy én Jézus követem. Nagyon kevesen mondják azt, hogy legyen meg az Isten akarata az életemben. Mert akarom ismerni az ő akaratát. Sokan megházasodnak. Nagyon kevesen kérdezik meg, hogy most mi lesz ezután? Mert találtam egy menyecskét. És mi lesz Isten akarata az életünkben? Mert már egyek vagytok. És a házasságot sem te irányítod. Amennyit elmélkedsz az igén, na annyit fektetsz be Szent Szellem munkájába az életedben. Ha nem elmélkedsz Isten igén, akkor nem fektettél be a Szent Szellem munkájába az életedben. Mert Isten szelleme intelligens lény, és vezetni akar gondolatokon keresztül is. És még nem tartunk ott, hogy te elmélkedésen kívül tudj dolgozni. A Zsoltárok egy azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár bűnösök útján, és nem bűnösök útján, meg nem áll, csúfordulók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,
Milyen ez a személyiség? Hogy olyan helyre kerül az elmélkedésen keresztül, olyan új információk által, ahol nem volt. És elviszi őt az elmélkedés egy új helyre, ahol vannak ezek a vizek, és egy fáként mondja, azonosítja azt a személyiséget, hogy oda megy, és az elmélkedésen keresztül a vízre talál. És ideje korán, megfelelő időben, így lehet mondani héberről magyarra, megadja a gyümölcsét a fa. Tehát az időzítése, hogy milyen időszakban él, azt ő kontrollálja. Azaz Isten kontrollálja, de ő is benne van az akarata, hogy kontrollálva legyen az akarata, hogy milyen időszakban van. És két időszak között az elmélkedése viszi át a következő korszakba. Mert megértette a sorsát, megértette a Szent Szem vezetését, és megértette, hogy mi van, és mi nem, mi nincs, az sorsában akkor. És az időzítésben aláveti a személyiségét. És ebben a személyiségben nem az van, hogy most sieteti az időt, hanem megvárja, amíg a fa megtalálja a gyökereket, felszívja a nedvet, és gyümölcsöt csinál a megfelelő időben. Miért? Mert így jellemzi, azt mondja az ige, Dávidon keresztül, a Szent Szellem ezt mondja, ezt tanítja nekünk, olyan az elmélkedés, mint amikor valaki fává lesz, és elviszi az a fa a gyökereket vizes helyekre, és jön a gyümölcs. Ez az elmélkedés. Amikor a személyiség egyébként nem elmélkedik, akkor azok a gondolatok és azok az asszociációk működnek egy személyiségben, amelyet összeszedett a világból, vagy a születésen keresztül. És amikor bemegy, nem megy be, inkább így mondom, nem megy be a szívbe az elmélkedés, az ige, akkor a tudatalattid irányítja a személyiségedet, és nem az elmélkedett ige. És amikor a tudatalattid, mi a tudatalatti? Azok a részek, amelyek maguktól működnek. Magadtól nem imádkozol, magadtól nem bibliázol, magadtól nem harcolsz saját jövődért, magadtól vannak keserű gondolataid, magadtól vannak búbánatos napok, magadtól vannak le nem tett törvénykezések, vagy bűnök, stb. Amik felépültek a szívben, Jézus szívet mond. És amikor ezek a szív dolgozik, akkor ural téged, a szíved. Ugye vagy születve, az elméd tele van gondolatokkal, mert nem cserélted le a gondolatokat Isten gondolataira. Nem olvasod az igét. És akkor nem olvasod az igét, és tele vagy ilyen tudatalatti döntésekkel, szívdöntésekkel, rossz szívdöntésekkel, akkor korlátokat állítasz föl rendszeresen az életben. Lehet, hogy bizonyos dolgokat megszereztél, de mégis áttöri az nem elmékedett szív, nem elmékedett elme, az Isten dolgait, és újakat hoz be, vagy régieket újra épít ki. És amíg ez nincs elmozdítva, ez az egész dolog, addig a növekedés és a kiterjedés nem működik. Mert azt mondta itt Dávid, hogy kiterjed. A gyökere kiterjed, és vizes helyekre megy el. Tehát nincs szellemi kiterjedés a szellemi világban, hogyha nem elmékedsz. És az elmékedés csak egy első rész, utána meg kell cselekedned, amit Isten mutatott neked. Engedelmeskedned kell. És amikor az elmékedés útja bejön, akkor képes megváltoztatni sok mindent, és létrehoztat egy folyamatos megtapasztalást, az elmélkedés. Egy folyamatos megtapasztalást. Állandó jelleggel Isten vezetése lehet az életedben, ha elmélkedsz az igén. És ez a folyamatos megtapasztalás szép lassan újraírja, átprogramozza a személyiségedet, az elmélkedés. Ami maga az elmélkedés, akkor gondolkodsz, hogy mire gondolsz? Akkor most Dávid történt, és gondolkodom. És akkor, jaj, ez a történet. Nem. Segítségül hívod a Szent Szellemet, hogy elevenítse meg az igét. Hogy? Szent Szellem, gyere, ma bibliázni fogunk. Előveszem a Bibliát, vagy a telefonomat. Szent Szellem, segíts. Olvasod az igét, hú, még nem segítettél. Hú, már elég álmos vagyok. Na jó, majd holnap folytatjuk. Akkor holnap megint kezded. És így telik napról napra. És nem lesz egyszerű az eleje. Nem úgy lesz, hogy jön a Szent Szellem, és ilyen hangot is hallasz. És ott a Szent Szellem. És egy nagyon finom, csendesen megszólal. Lajos. Miben segíthetek? A 911-et hívtad. Hanem a szíved elkezd majd, a tested, amiről beszéltem a Galácia levélben, elkezd majd harcolni. A gondolatok, jaj, nem csináltam meg a következő napra a munkámat, jaj, a gyereknek becsomagoltuk uzsonát, jaj, drágám, és akkor kimész a konyhába, bemész a szobába, kimész a konyhába, bemész. Már el is csúszott az egész napot. Nem tudod megcsinálni, csak egy nyugalmas környezetbe, hogy egy folyamatban beviszed az elmédet, hogy összekapcsolódjon Istennek az új információival, Istennek az új gondolataival, mert új gondolatokat ad Isten. Tehát nem egy ilyen regényt ír, tehát amikor szólni fog az Úr, és akkor mint egy ilyen Dostojevszki regény, és akkor nyomja, bla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 bl
alkalommal. Mondd egy-két gondolatot. És hogyha erre rászoksz,
és összefüggéseket is találsz meg, stb., akkor egyre izgalmasabb lesz. De erre a Szent Szellem segítsége kell, hogy hívod, hogy jöjj Szent Szellem a leleplezés szellemével, a kijelentés szellemével, a bölcsesség szellemével, hogy a szellemem tudjon újra ételhez jutni, ahogyan Jézus tanított, hogy aki nem issza, nem eszi őt, az ő teste étel. Amen. És ekkor, amikor ez nem történik meg, ez a fának a folyóvíz mellé ültetése, akkor igenis letapadsz a világhoz, a tested dolgaihoz, és csak azt érzed, hogy nagy test vagy. És hol van Isten? Hát azért, mert lehet, hogy soha nem szoktál arra rá, hogy elmélkedjél. Amen. Szóval, a szellem szerint élünk, ez az igénél tartottunk, is tartottunk. Ha szellem szerint élünk, akkor a szellem szerint is járjunk. Látod? Ha szellem szerint élsz, akkor járj abba személyes integritással, isteni jelleggel, erkölcsi bátorsággal, és a szellem által felhalmozott magatartásunkkal. Amplified fordítás. De még befejezem a Jézust sztoriát. Utána mit mond? Mond utána egy építkezést. Ideig lehet mennem, ugye? Mond utána egy építkezést. A torony építkezés, és mi a második? A háború. És a tanítványságnak két eleme van, két lába. Háború és építkezés. Háború és építkezés. Építkezés és háború. Az, aki tanítványá lesz, az építkezik. Modell van előtte. Annyit mond tanácsot, ha a fundamentum megvan, akkor építs tovább. És számold fel a költségeket. És nagyon sok ember, keresztény, nem számolja fel a költségeket. Eltelik egy év, öt év, tíz év, húsz év. És ezt csak azt mondja, hát én nem erre számítottam. Én sokkal több pénzre számítottam. Én sokkal szebb feleségre számítottam. Már nincs meg a kémia. Én arra számítottam, hogy a férjem nem megy börtönbe. De hát csalt, lopott, hazudott. Hát hol a kegyelem? Arra számítottam, hogy egy nagy szolgáló leszek. Hát nem lettem belőle még nagy szolgáló. Még a YouTube-on sincs egy videóm. És így folytathatom a sok zavarodott süket dumát. Mert az alap megvan, csak nem számítottam föl, hogy a következő szint az még nehezebb lehet, mint az alap. Van a második a harc, hogy kibékül, kompromisszumot köt nagyon ideje korán a házasságában, az életében. Tudod, amikor nem akarsz hallani bölcsességet, az már egy jel, hogy elváltozott a szíved. Ha nem akarsz tanácsot kapni az Istentől, az egy jel, hogy te saját magad kezedbe vetted az életed irányítását. Ki a mintánk? Jézus. Amen. Na, akkor kezdjük vele. Hogyan kezdte Jézus? És egy szózat lett az égből, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És a szellem azonnal elragadá őt a pusztába. Tudod, nem fogsz tudni a Szent Szellem jelenlétében növekedni, vagy belépni, vagy megmaradni Szellem jelenlétében, ha nem hiszed el, hogy Isten szeret téged. Nem hiszed el, hogy Isten szeret téged. Te nem csak egy lételem vagy az egyházban, vagy a laksz 8., 7., 2., 1. kerületben, nem tudom, honnan jöttél. De nem csak egy létező valami vagy, egy buborék, aki létezik, hanem te Istennek a kiválasztottja vagy. És Isten már akkor kiválasztott téged, amikor még nem is volt én tudatod. Mert Isten nem akkor hozott létre, szült újjá tulajdonképpen, amikor újjá szült, hanem már előtte. De már léteztél, mint szellem. Léteztél, ámen. Hát nem anyukád által születtél csak, a testileg ott születtél. Újjá születtél valóban a Szent Szellemtől, a megtérésed által. De előtte már tudott rólad Isten. Az anyád méhe előtt. És hogyha te nem realizálod rendszeresen a szeretetet, akkor nem fogsz tudni sem bölcsé válni. Bölcsesség helyett rafinéria és konokság és agyafurtság, mesterkedés, ármány lesz a személyiségedben. És hogyha a szeretet nem működik, akkor a Szent Szellem vezetése sem fog tudni működni. Tudod, el lehet mozdítani egy hegyet hit által, de attól, hogy elmozdítottál hegyet hit által, nem fogsz tudni hitbe megmaradni, mert csak a szeretet által működő hit a legális. Tehát te és én elmozdítunk két hegyet, te egyet, én egyet, de ez nem garancia, hogy hitbe maradsz. Mert lehet, hogy eljutottál odáig a szeretet által, hogy egy hegyet el tudsz mozdítani, de a következő hegy mozdítása csak azáltal fog működni, ha szeretetben maradsz. És a hit az nem fog működni, sem a Szent Szellem vezetése szeretet nélkül. Nincs nagyobb parancsolat, mint Istennek a szeretete. És amikor a szeretetről beszélek, és a szeretetnek a munkájáról, akkor tudnod kell, hogy a bölcsesség az egy idő után gonosz bölcsességé válhat,
Ha nincs, nem maradsz meg Isten szeretetében. Kolosséhoz gyere, Kolossé levele, 1. Mind a kettő rossz. Valaki szeret, de nincs bölcsessége. És az is rossz, ha valakinek van bölcsessége, de nem szeret. Ezt most kihúztátok belőlem, tehát ezt én nem akartam elmondani. De nem baj, tehát összefügg egyébként ez az igével, amit felolvastam, tudjátok jól, hogy én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát nem lehet a Szent Szent vezetéséhez hozzá idomulni és átalakulni, ha valaki nem hiszi el, hogy Isten szereti őt. Nem? Nem fogsz tudni, nem fogsz tudni, és szeretet hiányos vagy, akkor elutasított ember vagy. És elutasított ember, hogy akkor először meg kell gyógyulnod, hogy a Szent Szent tudjon vezetni. Még azért is meg kell gyógyulni, hogy ő tudjon vezetni téged. Azt mondja az imában, hogy hogyan imádkozik Pál. 7. verszak, hogy úgy, ahogyan tanultátok Epafrástól, ami szerelmes szolgatásunktól, szeretett szolgatásunktól, tehát Pál nem volt szerelmes Epafrásba, ami szeretett szolgatásunktól, aki hű szolgáját érettetek a Krisztusnak, aki meg is jelentette nekünk a szellemben való szereteteteket. Látod? Különbség van a lélek szeretete, és különbség van a Szent Szellem által való szeretet között. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, most figyelj meg, hogy miért imádkozik. Ez aztán tényleg ez titok leleplezése. Nem szűnök meg értetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden szellemi bölcsességben és értelemben. Hogy járjatok méltón az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó gyümölcsöt, jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében. Amen. Tehát azt mondja az Istennek az igéje, hogy a szeretet megvan náluk, szellemben vannak, de bölcsesség hiányzik. És nem tudja a Szent Szellem majd őket vezetni egy következő szintre, nincs bölcsesség. De én most az előbb arról beszéltem, hogy viszont nagyon fontos az is, hogyha van bölcsesség, legyen szereteted. De ha van szereteted, legyen bölcsességed. És itt visszatérve az ígére, már 1.11-re, hogy szózat lőn az égből, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez a gyönyörködést át kell élned. És arról beszéltem, hogy nem vagy egy buborék, ahol létezel, hanem te Istennek a különleges személye vagy. Gondold azt el, hogy maga a lelked sem engedi meg, hogy szeress. Mert azt mondja az 1 Péter, ezt is megmutatom neked, azt mondja az 1 Péter, még az is dolgozik azon a lelked, hogy ne hidd el, hogy Isten szeret. Nekem senki nem mondja meg, hogy nincs szükségünk Isten szeretetére minden nap, minden héten, minden hónapban. Én átéltem már nagy szereteteket, nagy kitöltetést, nagy áldást, nagy mindent átéltem. Mégis reggel fölkeltem, és megint azt éreztem, hogy nincs ott már az az élmény, nincs ott az a megtapasztalás. Újra Isten szeretetére van szükségem, és a következő hit szintemet nem tudom megcsinálni szeretet nélkül, mert a hit csak szeretet által munkálkodik. A legnagyobb károsodás az egyházban az van, hogy az azért van, mert nincs elég hitem, ezért nem tudok megtenni dolgokat. Nincs elég szentségem, ezért bizonyos dolgokat Isten nem fog megadni. Majd ha eléggé szent leszek és elég nagy hitem lesz, akkor majd Isten meghallgatja az imakéréseimet. Ez egy ördögi hazugság, ez egy csiki-csuki. Ez egy ördögi csiki-csuki. Mert az emberek azon csiki-csuki, milyen csiki-csuki, aranyos ez a szó, csiki-csuki. Mert az emberek azon dolgoznak állandóan, hogy hitük legyen, és azon dolgoznak, hogy szentek legyenek. Hagyd abba ezt a munkát. De ne azon dolgozz, hogy szenté legyél, hanem azon dolgozz, hogy a Szent Szellem által a vezetésbe legyél. És majd ő gondoskodik a szentségről, és gondoskodik a hitről. A te hited elég ahhoz, hogy hegyeket mozgassál. A saját hegyeidet el tud mozgatni. A hited. És hogyha megcsinálod, akkor fog növekedni a hited, mert van növekedő hit. Mert fejleszthető a hit. Tehát hol tartunk? Péter levele, ugye? 1 Péter. Nyomom, megyünk oda, ide, oda, amoda. Csiki-csuki. A 20-as verszak. Akik eleve el voltak ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, hogy ez Krisztus, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket, most figyelj, ez a psziché. Az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiú szeretetre tisztítvá meg, szellem által egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mindakik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romhatatlanból. Romhatatlanból, Isten igé által, amely él és megmarad örökké. Amen. Szóval nézd meg, hogy a lelkedet, ha nem tisztítod meg, és ez a tisztaság szó, megtisztítás szó, ez egy szellemi, erkölcsi, szellemi, spirituális megtisztulás. Önmagadban az érzelmeid, a lelked, a gondolatod, a tudásod, a tapasztalatod, az életviteled, az nem egyezik meg a szeretet szellemével. És neked dolgoznod kell a lelkeden, hogy a szeretet be tudjon jönni a személyiségedbe.
És ez enélkül a Szent Szellem nem tud vezetni téged, sem engem nem tud vezetni. Mert nem hajlandó Isten szeretet nélkül vezetni téged. Nem hajlandó úgy vezetni téged, hogy közben nem tudja, hogy te szereted őt, és ő szeret téged. Ő nem buborékokat fújogat. Mi nem buborékok vagyunk, hogy kifúj bennünket az ő igény keresztül, és akkor röpülünk valamerre. Mi lények vagyunk arra, hogy Isten különleges módon szeressen bennünket. És annyira szeret bennünket, hogy bevállalta azt, hogy az egész világért meghal Jézus. Annyira szeret bennünket, hogy azt mondja, azt mutatja, bátorít bennünket rendszeresen, hogy dolgozzunk ezen a szereteten, mert ez a szeretet meghatározza majd a lépéseinket. Abban a pillanatban, hogy elengeded az Isten szeretetét, elengeded a szellemi karrieredet. Abban a pillanatban, hogy nem gyógyulsz, megbocsájtás, helyreállás, múlt sebei, élethelyzetek, abba a szent minimumban Isten szelleme megáll a munkában. Ő képtelen nem szeretni téged. Képtelen nem azt mondani, hogy a szeretet gyümölcs az első gyümölcsöm. Képtelen nem azt mondani, hogy figyelj, át akarom adni az én karakteremet, a Szent Szellem karakterét. Korintus 3. Mikor pedig 16-os? Mikor pedig megtér az Úrhoz, a lehull a lepel. Az Úr pedig szellem. Tehát mikor megtér a szellemhez, lehull a lepel. És ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Ahol a Szent Szellem, ott a szabadság. Ahol a Szent Szellem, ott a szabadság. Mikor megtérsz a Szent Szellemhez, eljön a szabadságot. Nagyon kevés ember tért meg a Szent Szellemhez. Mint hogyha a Szent Szellem nem is létezne. Mint hogyha nincsenek érzelmei, akarata, döntése, terve, nem látja az Isten mélységeit, nincs nála a kegyelemnek az ajándékai, kettő, ugye 1 Péter, vagy 1 Korintus 2-ben átadja a kegyelem ajándékait, tehát mintha önálló semmi nincsen. Ha te nem szólsz a Szent Szellemhez, az azt jelenti, hogy nem hiszel benne. Félsz a Szent Szellemtől. Félsz, hogy elhibázod a Szent Szellem jelenlétét. Ott, hogy miért? Mert egy láthatatlan személy, és ezért nem reális, nem tudsz mit csinálni vele, mert nem tudod megfogni, mert láthatatlan, de alakíts ki vele egy kapcsolatot. Emlékeztek, 1 Korintus 13-ban azt mondja, azt hiszem 1 Korintusban, nem a 2-ben, hanem 2 Korintus 13-ban azt mondta Pál, hogy a Szent Szellem által, hogy Isten, Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen veletek. És nem gondolkoztál még ezen? Hogy a kegyelem és a szeretet van a fiú és az atya oldalán, majd utána a Szent Szellem oldalán a közösség, részesedés. Tudod, mit jelent ez? Hogy át tud venni a kegyelmet, és át tud venni Isten szeretetét. Erre ezt mondja Pál, hogy az Jézus kegyelme, az Isten szeretete úgy tud eljönni, ha a Szent Szellemmel közösségben vagy. Ezért azt mondom neked, lehet, hogy még nem tapasztaltad meg kellő mélységben, ahogyan lehetett volna megtapasztalni az Istent. Mert Isten a szeretet. És Istennek a tulajdonságai nagyon sokszor elfedik az Isten leglényegesebb lételemét, hogy szeret. És addig, amíg te nem tud elmondani, hogy téged nagyon szeret Isten, és te is nagyon szereted Istent, és az nem csak elméből, racionálisan, mert megtapasztalásból, mert a Szent Szellem megtapasztalás sorozatába visz be bennünket, nem racionális megtapasztalásokba csak, hanem élmény megtapasztalásba. Ha ez nincs meg, hogy szeretve vagy, és nem tudod elmondani magadba, hogy a szívednek, igen, szívem, nem vádolhatsz, engem Isten szeret, megtapasztaltam, tudom, és fantasztikus. Addig nem tud vezetés alá kerülni, mert a szíved vádolni fog, és kivádol, kivisz a vezetés alól. Jézusnál azt látjuk, hogy egy komoly beszéd lett egy szó kívülről, mert már belülről Isten tudta vezetni, ezért kívülről is elmondta neki, hogy nagyon szeretlek, fiam, és gyönyörködöm benne. Én azt gondolom, hogy ez az ige meghatározza a Szent Szellem vezetését a jövőben. Hogy megvan-e ez az ige a szívedben írva, vagy nincs. Ha nincs, akkor jön majd egy próba, és nem fogod elhinni, hogy a próbában a Szent Szellem fog téged vinni. Mert nem hiszed el, hogy szeret a Szent Szellem. Mivel kezdtem a mai prédikációt? Nagyon sokat azzal foglalkozunk, rengeteg időt töltünk azzal, hogy legyőzzük a saját magunk vallását, törvénykezését, elgondolásait önmagunkkal kapcsolatban, mert nem ismerjük magunkat. Mert a tudatalatti jobban ismer bennünket, és jobb egy más képet ad, és nem tudjuk elhinni azt az egyszerű dolgot, hogy Krisztus egy új képet adott, egy új embert adott nekünk, és a régit már nem ismeri, egy újat ismer. Csak mi még nem ismerjük, és nem hiszük el, hogy Isten ismeri már azt az új képet, azt az új embert. Ez a 2 Korintus 5-ben van leírva, hogy a régi ember elmúlt, és minden újjá lett. Az a szó van ott a görögben is, hogy minden.
Ez azt jelenti, hogy Isten nem úgy gondolkodik rólunk, hogy mi gondolkodunk róla. És nem úgy gondolkodik rólunk, hogy mi gondolkodunk saját magunkról. Ezt meg kell ismerni, hogy Isten hogy gondolkodik rólunk. És ezt a Szent Szellem tudja, mert a mélységeit kutatja Istennek. És a Szent Szellem szívébe benne van az Isten szívének a mélysége. És amikor rácsatlakozunk a közösség által, akkor részesedés történik. A Szent Szellem, amikor jön, akkor mindig részesít valamibe bennünket. Ez a neve, hogy a Szent Szellem való közösség legyen veletek. Ez a neve, hogy vigasztaló, tehát át akar adni valamit. Ha nem kaptál ezen a héten valamit, akkor azonnal pótold be, mert a héten sok mindent akkor sok mindenről lemaradtál. Minden héten Istennek van egy élménye számodra. Lali, akkor most élménykereszténységről beszélünk? Nem erről beszélek, csak te érted félre, amit mondok. Mert én nem arról beszélek, hogy érzelmileg meg legyél rázva, én arról beszélek, hogy kapjál valami szellemit. Hogy nem mindenkor tanuljál, és az igazság ismeretére meg ne juss el, hanem tanulj, és eljuss az igazság ismeretére. Hogy csinálta Jézus? Lukács 2:52. Jézus pedig gyarapodik bölcsességben és testének állapotában. Miért gyarapodott bölcsességben? Mert kiüresítette magát a bölcsességről. Kivéve egy dolgot nem üresített ki. Szeretetet. Mindent kiüresített, egy dolgot nem, a szeretet. Kereszten szeretet által ment fel. Ezt nem adta oda. Ezt nem tette le időzőjelben. Ez vicces. Nem? Most szóltuk volna, hogy magából mindent kiüresített. Nem üresített ki mindent. Szeretet által jött le. Szeretet által ment át a Getsemáné kertbe. És jött ki onnan. És szeretet által ment fel a keresztre. És a szeretete az megmaradt benne, feléd. Az megmaradt. Mert a szeretet az legyőzhetetlen erő. Amen. A dicsőséget letette. De a szeretetét nem tette le soha. Úgyhogy miért csinálta ezt így? Hogy együttérző legyen. Együttérző legyen. Együttérző. Lehetsz bölcs, de nem együttérző. Az a legkeményebb keresztény. Az a legfakirabb. Mikor valaki betűt ismeri. Van benne bölcsesség is. Keveredik a testi, meg a szellem is. És közben pedig nincs benne irgalom. A szeméből süt az a törvénykező gondolkozásmód. Az a legkeményebb típus. Ki nem tudja átérezni a másik sorsát. Mert az ige nem azt írja. Mert az igében ezt így kell csinálni. Csak ezt nem tudod föltérképezni egy embert, hogy hogyan állítja őt a helyre Isten. Nagyon sok embert nem úgy állít helyre, nem vetted észre, mint én, meg te állítanád helyre. Te már mondanád, ösd meg, ezt nem csinálta. Hát akkor ez meg az ebben, hibázott, akkor ez az ember, kész. És húzzuk le. Igen, lehet, hogy még 10 évig csinálja azt, amit neked nem tetszik. Lehet, hogy 10 év után Isten nagy hőse lesz. Mert csak egy érintés, egy ilyen érintés, és az ember teljesen más. Irgalmas szemű embert keres Isten. Ezért mondja a példabeszédnek 3. fejezetnél, hogy a irgalom és a hűség, vagy a héberül emet szó van a Szeptuagintában, a görög ószövetségben a hit szó van, tehát az irgalom és a hitet kösd a nyakadra, a szívedre. El ne hagyd ezt. És utána beszél a bölcsességről. Utána beszél a bölcsességről. Tudod, miért? Én rájöttem, egyik éjjel fölkeltett valószínűleg a Szent Szellem, és ezt az ígét adta nekem, hogy Lajos, lehetsz bölcs, de ha nem leszel irgalmas szemű, akkor kegyetlenné válik az a bölcsesség. És az a kés, ami a kezedben van, a bölcsesség, az lehet építő és lehet gyilkos. Mert a betű öl, szellem pedig megelevenít. Ott azt mondja az ige, hogy legyél irgalmas, egyelmes, szeretettel teljes megnyilvánuló és hitben. Irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra. Írd be azokat a szívednek táblájára. Így lesz az életedben a bölcsesség. Így elindul. Én inkább legyek kevesebb információval felruházva, ne tudjak mindenről szellemben, de legyek irgalmas, mert a személyiségem meghasad. Hát az, amikor én látom, hogy én nem szeretek, és szerethettem volna, de a bölcsességem, tudásom, az ilyenné tett engem, akkor inkább azt mondom, hogy én öngyilkos vagyok, szellemi öngyilkos, tönkre teszem önmagamat a tudással. Amikor nem tudok lehajolni egy kereszténynek, pláne Jézus azt mondta, az egész világért meghalt, akkor nekem le kell hajolnom mindenkiért. Mindenkiért meghalt Jézus. Mindenkit üdvözített Jézus. Azt mondod, hú, csak nem azt akarod mondani, hogy minden ember üdvözült hit nélkül, megigazolás nélkül, nem ezt akarom mondani.
ezek az emberek, akik nem üdvözülték, azok még nem fogadták el hitáltal, hogy kész az áldozat, ő értük. Kész az áldozat, ő értük. Mekkora vállalás ez, mekkora szeretet, hogy az egész világért meghalok. Nem csak a kiválasztottakért, az egész világért. Micsoda szeretet. Micsoda szeretet az, hogy előre kifizette. Csinálta Jézus. Menjünk tovább, jó? Hogy kezdte el? János 14:10. A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Jézus soha nem hagyta el a Szentszellem vezetését. Jézus soha nem hagyta el a Szentszellem vezetését. Soha nem volt hajlandó önállóan szolgálni. Soha nem volt hajlandó egy démont se kiűzni, ha nem a Szentszellemtől van. Nem volt hajlandó városokba bemenni, nem a Szentszellem küldte. Nem volt hajlandó senkit fölkelni, csak a 12 tanítványt. Nem volt hajlandó semmilyen gyülekezetet létrehozni, nem volt hajlandó királyságot megalapítani, mert a Szentszellem nem mondta neki. Nem volt hajlandó Betesda tavánál embereket meggyújtani, mert csak egy embert mutatott neki a Szentszellem. Mekkora nagy önértékelés kell ahhoz, hogy Jézus legyél, és bemegy egy betegosztályra, egy élő halottak közé, és rajtad van az a kenet, ami föltámasztja a halottakat, mint például Lázár, nézed a kezedet, érzed a kenetet, tűzben ég a kezed, mint Jézusnak. Azt mondod, hogy Uram, most akkor mindenkit meggyűjtenék, jó? Erre mondja az Atya, nem, egy embert fogsz valami meggyűjteni. Menj tovább. Bízd rám, majd én meggyűjtöm őket, ha akarom. Te engedj a vezetésnek. Volt egyszer egy próféta, egy fiatal próféta, aki volt egy küldetése, hogy Bételben behozza az ítéletet. Azt mondta neki Isten, ha Bételben megcsináltad a szolgálatodat, fordulj vissza. Ez volt a Szent Szellem vezetése. De volt egy idős próféta, aki korrupt volt. Miért volt korrupt? Mert Bételben végignézte a bálványimádást. És az idős próféta azt mondta, hogy gyere be hozzám. Miután nem nagyon akart bejönni, azt találta ki, hogy egy angyal jelent meg nekem, és az angyal mondta, hogy gyere be hozzám. Majd rávette ezt a fiatal prófétát. És adott neki ennivalót, stb. Majd, amikor elment tőle, egy oroszlán szétkaszabolta a fiatal prófétát, és meghalt, megette az oroszlán. Mi ebből a sztoriból a lényeg? Hogy vannak helyzetek, és Jézusnál ez egyértelmű, és Pálnál is, hogy egy átlag keresztény azt mondaná Pálnak, hogy ne menj fel Jeruzsálembe. És a Szent Szellem szól Pálnak, hogy nagyon jó a közösség, nagyon jó a szeretet közöttetek, csak nincs Szent Szellem vezetése rajtuk. Hisznek, bibliáznak, imádkoznak, nagyon jó keresztények, nagyon jó közösségben vagy, Efézusban, csak nem a Szent Szellem hangját hallják. És hogy hozta ki ebből a vákumból Pált a Szent Szellem? Hogy tudod kitörni egy hamis vezetés alól, keresztényeken keresztül? Egy mondat. Szent Szellem egy mondata. Légy kész arra, hogy meg is hallj. Én értem. Amikor ez a testi természetét, meg a másik keresztények testiségét látta, a személyisége, és meghallott ezt a mondatot, abban a pillanatban kiütötte a testet. Kiütötte az ördög kívánságát. Kiütötte a hamis vezetést, az életpálya vezetését. Nem vitte félre saját maga döntése, vagy mások döntése, hanem azt mondta, én kész vagyok meghalni az Úrért. És amikor a testét kiütötte Pál, onnantól kezdve újra visszaállt a vezetésbe. Egy mondat. Pál, testben vagy, vigyázz. Gyere vissza a szellemben. Légy kész keresztet hordozni, meghalni az Úrért. Tanítvány volt Pál. Addig, amíg ezt a hangot nem hallotta meg, addig nem tudott tovább lépni. És neked is nagyon sokszor ezt a hangot kéne meghallani. Légy kész meghalni, keresztet vinni bizonyos helyzetekben. Ez ma a kereszted napja. Nem az imádkozás, nem az áldáskérés napja, a kereszt. Fogd be a szádat és szenvedj. Vannak helyzetek, amire azt kéne mondani embereknek, ez a te tövised, ez a te szöged. Ezt Isten verte beléd, szenvedj. Hol a kegyelem? Az a kegyelem, hogy tudsz szenvedni dolgokat. Miért mindig meg kell mondod a feleségednek, hogy neked van igazad? Miért mindig meg kell mondod nekem, hogy neked van igazad? Miért mindig a te identitásodat és egzisztenciális létedet, és azt a nagy individuumot, ami benned van, és azt a nagy bölcsességet mindenkinek rá kell előtetni?
Ranucs Isten azt mondja, hogy fiam, senki nem kíváncsi rád, még a feleséged se. Nyugodjál le, mert olyan rossz korszakban vagy benne, hogy még rossz hallgatni is téged, meg a szád is büdös. Szóval nyugodjál le. Nem azzal lesz egy gyülekezetben egység, hogy demokráciát csinálunk. Nem azzal lesz egység, hogy mindenki elmondhatja a véleményét egy háti csoporton. Ez nem az egység. Ez az egónknak a csoportja. Hogy mindenki azt mond, amit akar. Itt még nincs a szent szenvezetése. És hát ez mások. Most mondja erre egy igét, és akkor beveszem. Igét akarok hallani. Farizeus testvérem, megmutatom neked az igét. Kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban. Látod, miért volt szellemvezetés alatt? Mert rabszolga volt. Az Úrban volt rabszolga, oda szánta magát az Úrnak, hogy vezesse. Járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Van egy elhívásod. Nem olyan, mint Pálnak, de mégis van, mert mondja, hogy ti elhívásotok. Teljes alázatossággal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedni egymást szeretetben. Tudod, mi az elszenvedni egymást szeretetben? Hogy nem akarsz szeretni, és a lelkedet megtisztítod, hogy szeressen. Nincs kedved szeretni, rosszul vagy attól a testvértől, meg amúgy is milyen bunkó volt, és te azt mondod, ennek ellenére én testem, fogd be a pofád, megfeszítem magamat, kérem az agapé szeretetet, a szeretet szellemét, segíts a Szent Szellem, hogy tudjam teljes szívből buzgón szeretni azt, akit én nem akarok szeretni. Ez a szeretet. Ez a szeretet. Amikor te nem akarsz szeretni, és mégis rá erőlteted a lelkedet, hogy szeresd. És azt mondod, Uram, ez természet fölötti erő kell ehhez már, lépve az életembe, meg tudjak bocsájtani, és tudjak Isten szeretetéből szeretni. Lássam úgy, ahogyan te látod azt a testvért. Addig, amíg nem is nincs is jogod imádkozni bárkiért, amíg nem szereted azt a testvért. Nem is hallgatja meg Isten az imáinkat. Teljes alázatossággal. Igyekezvén megtartani, most figyelj, a szellem egységét a békesség kötelékében. Tehát a szellem egysége gyülekezetben úgy jön létre, hogy emberek dolgoznak azon, hogy a Szent Szellemmel egységben legyenek. Itt most nem a szellemek egysége, mint a te szellemnek az én szellemem egysége, a Szent Szellem egysége. És akkor érzi jól magát a Szent Szellem egy gyülekezetbe, ha kialakul ez az együttérzés, ez együttmunka, együttakarás a Szent Szellemben. Te a Szent Szellemet keresed, én a Szent Szellemet keresem. Te a Szent Szellemet keresed, én a Szent Szellemet keresem. És összejövünk, és mindannyian a Szent Szellem kereső emberek vagyunk. Hogy az ő akarata legyen meg. És utána alá tudod rendelni magadat alázatba, alá tudod rendelni magadat elszenvedbe, oda tudod rendelni magad az elhívásodnak, oda tudod a szelídségre, és az egymás szeretetére, és a hosszú tűrésre. Miért? Hogy megtartod a Szent Szellem egységét. Te magad szánod a magadat. Magad feszíted meg magadat abban, hogy a szellem egysége jön létre egy helyen. Hogy jön még létre a szellemnek az egysége? Hát úgy például, hogy felismered azt, hogy adatot némelyeknek bizonyos karizma, és a karizmákkal is kibékülsz, és a ajándékokkal is kibékülsz, és muszáj lesz elfogadnod a másik személyiséget. De úgy is ki tud alakulni, amikor háború van egy gyülekezetben, nehézség van, botrányok vannak, megosztások vannak. És akkor nem azt csinálod, hogy akkor a botrányokra figyelsz, és te is egy pletykás vénasszony leszel, hanem arra figyelsz, mi a Szent Szellem vezetése, hogy tudja a gyülekezet túlélni azt a korszakot mindenfajta ilyen földi bölcsesség nélkül, és minden ilyen megosztó személyiségek nélkül. Mert azzal, hogy megosztjuk a tudásunkat, azzal nem lesz egység. Tehát önmagában, hogy te elmondasz, hogy te neked mi a véleményed, és semmilyen egység nem jön létre. A Szent Szellem benned, ha nem dolgozik azon, hogy akarj egységet létrehozni emberekkel, nem lesz egy gyülekezetben egység. És egy nehéz korszakban, például azt látjuk a Abcselben és a 15-ben is láttam, hogy egységre lépett Jakab a többiekkel, Péterrel, Pállal. És ezt mondja az ige, tetszett nekünk is a Szent Szellemnek. Tetszett nekünk is a Szent Szellemnek. Tehát ő maga már olyan vezetés alatt volt, hogy ő maga is már gyönyörködött abban, amiben Isten gyönyörködik. Halleluja. Melyek tovább az igében. Tehát benned él egy láthatatlan szellem, és megismerhető ez a szellem, és igeszerű. Nem tudom, hogy ez magyaros szó, de érted? Igeszerű az a szellem benned. A beszédeket, amiket én mondok nektek, nem magamtól mondom, ez a Szent Szellemtől mondta. Az Atya, aki én bennem lakik, mondja, én bennem. Ő cselekszel dolgokat. Tehát az Atya nem a mennybe volt neki, hanem én bennem van az Atya. Miért tudja a személyessé tenni ezt a dolgot? Hogy mondhatja, hogy meri ezt mondani? Hát ezért ölték meg egyébként, keresztre feszítették Jézust, az Atyával egyé tette magát, azt mondta, az én Atyám.
Isten káromlás, blasfémia volt. Na figyelj, azt mondta, hogy az én atyám bennem van. Nem azt mondta, én rendszeresen hallom az Isten hangját, hogy mennyből, én bennem lakik az atya. Isten Szent Szellem által benne volt. És benned is benned van a Szent Szellem. És nem kell a mennybe menned. Vannak egy utazók, hogy ennek a mennybe. Nem kell a mennybe menni, mert Jézus sem ment a mennybe. Itt lent a földön, az atyában volt. 17-es verszak, az igazságnak a szellemét küldi el, akit a világben nem fogadhat, mert nem látja őt. A szellem nem látható. Nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ha valakit ismersz, a Szent Szellemet ismered, akkor benned akar lakni, és benned akar maradni. Ha nem akarod megismerni őt, akkor nem biztos, hogy benned marad. 20-as verszak. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. Szent Szellem ezt fogja mutatni, hogy benned van Krisztus. A ma vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanítiteket, mindenre. És eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Látod? Ő tudta, hogy mi ez. Magából beszélt. Ő nem teológus volt. Ő Isten fia volt. Mit hoz a Szent Szellem? Vigasztalást. Hogy jön a Szent Szellem? Autoritás alatt, az én nevemben. Tekintély alatt van a Szent Szellem. Uralom alatt van. A név uralmat jelent. Az én nevemben jön. Azt jelenti, hogy tekintélyt akart létrehozni egy személyiségben, és uralma tör. Tudok egy pár dolgot még, hogy egyszerűen leírtam, hogy a vezetés elveit, hogy hogyan jön ez az egész. Belső tanúságot hoz a Szent Szellem a jelek helyett. Jézus nagyon ideges volt a jelekre. Emlékeztek, mit mondott, hogy odajöttek hozzá a szadiceusok, azt hiszem meg farizeusok, és mondták neki, hogy adj nekünk jelet. Azt mondta, nem adok jelet, mert én nem azért jöttem, hogy bizonyítsak. Az új korszakot hoztam el, amikor belül ad Isten jelet, és nem kívül. Utána mondja ezt, figyelj, ezt megítélheted, mert nem biztos, hogy igeimt mondok, de én hiszek ebben, hogy az igei. De ha nem az igei, akkor majd megtérek belőle. Őrizkedjetek a farizeusok és a szadiceusok kovászától. Nem értették, hogy mi ez, hogy kovász. Elmondom, mi ez. A Szent Szellem nélküli élet, és csak jelek szerint élni. Csak jelek szerint, külső jelek. Amik történnek a külső környezetedben, azt szerint tudod analizálni az Isten képűségedet, a szeretetet, a szellemi állapotodat, stb. Ha van pénzed, szeret téged Isten, tehát jó úton vagy. Ha valaki szeret téged egy gyülekezetbe, akkor abba a gyülekezetbe beépülsz, az egy jó gyülekezet. Ha van élményed a gyülekezetbe, ott van a Szent Szellem. Tehát oda fogok járni. Erre mondja Jézus, hogy nem adatik jel, ez egy tisztátalan, parázó nemzetség. Mert el fog idomulni a szív, és gonoszá válik a szív, és keményé ebbe a környezetbe, mert nem figyel a Szent Szellemre belül, hanem a külső jelekre figyel. Természetes módon vannak gyümölcsök, távol álljon, hogy nem mondjak ezzel kapcsolatban áment, hogy legyenek gyümölcsök. De nem a jelek teszik az életemet a Szent Szellem vezetéséhez, hanem a belső tanúság. Együtt bizonyságot tesz a szellememmel együtt, így mondja a Róma 8. A szellem. A szellemednek tesz bizonyságot belül. A második a lelkiismeret. Ez az 1 Korintusban van, azt hiszem a 9.1-ben, hogy azt mondja az ige, hogy a lelkiismeretünk bizonyságot tesz a Szent Szellemmel együtt. A lelkiismereted, hogyha csak szól, az még nem elég. Muszáj, hogy te tudd, hogy a Szent Szellem által van a lelkiismereted húrjai megpengetve. Nem elég az, hogy csak a lelkiismereted szóljon. Mert nem biztos, hogy tiszta a lelkiismereted. A lelkiismeret az egy hang, hogy jó vagy rossz dolgot teszel. És a lelkiismeret nem vezethet önmagában. Azt mondja ott Pál, a szellem által. Még azt is kérni kell, hogy a lelkiismeretedet a Szent Szellem tisztítsa meg. Következő, hogy hogyan vezet a Szent Szellem. A belső szellemünket vezeti, belül, vagy külső hangon keresztül. De amikor jön egy külső hang, az lehet, hogy szólt a belső emberednek, és a belső embered szólt neked. De lehet, hogy csak a Szent Szellem hangja az. Azt mondta, hát ez nagyon komplikált. Hát inkább menjünk tovább. A Biblia olvasásakor is szól a Szent Szellem. Mikor olvasod az igét, és külső tényezőket is használ a Szent Szellem, a sorsodat, kapcsolataidat, világiakat, hívőket, karizmák, összes karizma, mind a 9 karizmát használja a Szent Szellem, hogy vezetés alá kerülj, angyal is lehet, és
Krisztus megjelenése, vagy a Szent Szem megjelenése is lehet a vezetés. De lehet még a gyümölcsökön keresztül is, és sorolhatnánk még az igazságokon keresztül, kijelentett dolgok, rémák, logosz, ezeket mind használja Isten szellem a vezetésbe. De a belső tanúság a legfontosabb, hogy a Szent Szellemet érezd belül, hogy merre kell menned. Hogy érezd, hogy mi az Istentől van, és mi nincs. Aztán keresd hozzá igét, amivel bebizonyítod, hogy, és meggyőzöd a szívedet és a lelkedet, hogy jó úton vagy. Amen. Tessék? Halleluja. Igen, mondta Claudia, úrvacsa lesz. Amen. Elfejtettem már. És még egy dolog, mielőtt úrvacsoráznánk. Hogyan vezet a Szent Szellem? Elmondtam, hogy a belső tanúság, a lelkiismeret, a belső ember, a hang, a Biblia olvasása és a külső tényezők. És van egy, hogyan erősít meg téged a Szent Szellem, a hit, a remény és a szeretet szellemén át. Ez a három dolog van a szellemvilágban, ami három alapillér. Az érvelése, és észszerűen is, tehát intelligensen, racionálisan is tud érvelni a Szent Szellem. Van úgy, hogy érvel neked. Van úgy, hogy átvizsgál, megvizsgál, kivizsgál. Megvizsgálhat téged a Szent Szellem, ha engeded. Tesztel is tud vezetni téged, és ellenőrizni is tud a Szent Szellem. Hogy ellenőriz. Oda jön hozzád, és megkérdezi, ezt így, meg így, meg így csináltad. Nekem ez tetszik, vagy nem tetszik. És kontrollálni is jöhet a Szent Szellem. Kontrollálni. Van úgy, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy ezt csináld. És azt mondod, hogy hát nekem erre nincs kedvem most, én nem így gondolom. Azt mondja, engem nem érdekel most, így kell csinálnod. Ezt csak azok tudják megérteni, akik már átmentek azon, hogy tudják, hogy mi az, hogy belső bizonyság, hogy tudják, hogy az igén keresztül, mikor a Szent Szellem szól, az milyen hang. Megismerték mindezt. Ez egy tanulási folyamat Istentől. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Egy utolsó mondat pedig, hogy magadat látod, az meghatározza az életedet. Léted színvonalát, és amit megtapasztaltál, és amit meg fogsz tapasztalni. Nem fogsz tudni az önmagad képét átúrani, mert képtelen vagy erre, mert a szív erősebb, mint te. És a legnagyobb problémám szokott lenni az, és neked is, hogy amikor a keresztény a szellemi életében megáll, és nincs új megtapasztalás a Szent Szellem által. Nem nyitott az ember szíve az újra, és bezárt személyiség lett. Amikor egy ember bezár, és nem nyitott az új megtapasztalásokra, akkor jön a vallás. Kőkemény, buzgó, köves vallás. Van négy támadás, amit majd jövő héten folytatunk, négy támadás a szellemvilágból. Én úgy hívom őket, hogy a szolgaság szellemei, a kételkedés, a hitetlenség, az aggodalom és a félelem. Ez a négy testvér, ez az erő, ami bénítani jön a Szent Szellem munkáját az életünkre vonatkozólag. Mondja is Pál, nem a szolgaság szemét kaptuk is, mint a félelemre, hanem a fiúság szellemét. És azért jön, hogy a szívünket keményé tegye, és kételyekkel teli szívet hozzon létre. A legvége pedig, ez nem a mi életünk, de mondja az ige a zsidókhoz írt levélben, hogy ha halljátok a Szent Szellem vezetését, vigyázzatok, mennek keményítsétek a szíveteket, hogy ne legyen gonosz szívű ember, ne legyen gonosz, hitetlen gonosz szívű emberek. És az a harmadik lejtmenet, amikor gonosz lesz az ember szíve. Először csak félős, aggodalmas, hitetlen, kételkedő szív, de még benne van a hit is. Utána jön a lecsúszás, és a legvége jön a gonosz szív. A kemény szív után a gonosz szív. Általában a szívünk kemény, itt mindenkinek, velem együtt, általában vannak területek, ahol kemény a szíved. Kemény szívű ember. Ezt most ne úgy vedd, hogy gonosz, tehát ördögi ember vagy. Isten fia így mondja, kemény szívű. De a kemény szívű embereket lehet változtatni. A gonosz szívű embereket már nem lehet változtatni. És a legnagyobb probléma, a problémák problémája pedig az, amikor az ember a kételkedésében hitetlenné válik. Mert van úgy, hogy egy ember szíve hisz Istenben, hisz bizonyos dolgokban, természetfeletti dolgokban, de mégis kételkedik. De amikor valaki megmarad a hitetlenségben, és kételkedő marad, akkor nem tud kijönni Isten akaratából. Akkor nem tud bemenni Isten akaratába. Egyetlen egy mondatot mond Jézus, amikor nem tudták kiűzni a démont. Hitetlenségetek miatt. Ezért kell imádkozni és böjtölni, hogy a hit fölépüljön. Böjtölni, imádkozni, hogy a hit vezetés alá vigyen téged. Böjtölni, imádkozni a hitért. Hogy tudjon haladtad keresztül megnyilvánulni a hit. Ha nem böjtölsz, nem imádkozol a vezetésért, nem jön be a vezetés. Azt mondja Jézus ott. Imádkozzatok a hitért, hogy tudjon működni a hit. Felismerjétek a szellemi dolgokat, felismerjétek a démonokat, felismerjétek az Isten dolgait. Nem tudom, hányszor imádkoztál már azért, és böjtöltél, hogy a Szent Szellem vezessen téged. Nem tudom, mennyit imádkoztál, könyörögtél a lábadon, térdeden, hogy Istennek a hangját hallod az életedben. Szerintem ma meg tudod ezt változtatni. És ne úgy vegyél úrvacsorát,
hogy egy áldás leszel csak, hanem úgy, hogy az áldások áldását, hogy a Szent Szellem vezetése legyen az életedbe. Hogy elkezdj azért imádkozni, böjtölni az Isten vezetését, nem csak, hogy érezd, hogy veled van az út, nem csak ezt, hanem, hogy ki is lépjen belőled a Szent Szellem, a kút kijöjjön, buzgó víznek folyamai, hogy ki tud űzni ember, nyomorult emberekből démonokat. Amikor evangelizálsz a körúton, vagy a parkokban, akkor azt tud mondani szellem által, figyelj, te benne vagy egy bűnbe, ez a bűnnek a neve, de Isten jött rajtam keresztül, hogy megszabadítsalak téged. Hogy a tudomány beszéde legyen rajtad a parkban, hogy embereket kihozd a pokolból. Azért legyen rajtad a Szent Szellem vezetés, hogy mikor a munkahelyeden beszélsz egy nyomorult munkatársaddal, akkor megmond neki, figyelj, neked ez a bajod, de én tudok egy megoldást, Jézus Krisztust, és ő megszabadít téged a bűnökből. Mert különben úgy evangelizálsz, hogy a logoszt nyomod, a logoszt. És a szellemedben nem vagy inspirálva. A Szent Szellemed nem látja, hogy kivel beszélsz. Csak nyomod az igét, de nem látod, hogy az ember össze van törve. Nyomod az igét, nem látod, hogy az ember büszke. Csak beszélsz. És a Szent Szellem nem tud a karizmákon keresztül dolgozni. És a vezetés így jön, hogy engeded, hogy a karizmák működjenek az életedbe. Ezért is böjtölni, imádkozni kell, hogy működjenek. Miért kell böjtölni? Azért, hogy a testedet is megfeszítsd. A testednek a hangját is azt mond, hogy kus. Inkább nem eszek, de meg fogom neked mutatni én testem, hogy Isten fontosabb, mint a te vágyad, hedonizmusod. Amen. Álljunk föl. Halleluja.